Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt, szevasztok, egy perc múlva lesz 7:15, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezzel a csodálatos hétfőn, amikor köhögd a gubán, Bali! Hát igen, hogyha Bali itt lenne, akkor köhögni a gubán, de amíg kisik nem múlik, holnap köhögni fogja mindenképpen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Rákóczi Feri és Vadon Jani a fedélzeten. Sebestyén Balázs egyelőre nem tartózkodik itt, mert ki kell heverni azt a sokat, amit tegnap az ATP világbajnokság döntőjében nézőként, szurkolóként elszenvedett. És mennyire okos voltam, hogy bedobtam a 20-ast, mondta, hogy figyelj, legyünk már nagyvonalúk egymáshoz. 20 játékpénz, Bali, hagyjuk ezt a 10-est, ez olyan gyerekes, érted? Hát most egy 10 játékpénzzel ne játszunk egy ilyen fontos mérkőzéset is. Csillogott a szeme ennek a fantasztikus embernek, és azt mondta, hogy hiszek ebben az arcban, hogy majd most megfogja a gyokot. 20 pénz! Igen, hát nem kellett volna. Én tudtam, hogy hova utazik, ez péntek ugye nem mondtuk, de hát ugye Balázs számára nagyon sokat jelent a tenisz, ezt már nagyon sokan tapasztalták. Viszonylag kevés országban, vagy kevés ember van az országban ezzel ugyanígy, de hát ettől függetlenül azért mi kapjuk a kiképzést rendesen. És hát ugye elutazott erre a nagyszerű eseményre, lehetett rá számítani, hogy ugye ez a két fantasztikus sport ember, Novák Djokovic és Roger Federer fogja játszani a döntőt. Balázs ott is volt, küldözgette nekem egyébként a képeket a döntőről, és egyébként fantasztikus, mondjuk Stefan Edbergtől egy pár méterre ült, és egyébként meg a hálótól kb. 10 méterre, de ezt majd holnap ő el fogja mondani, hogy ez mekkora élmény lehet, egy nyilván fantasztikus élmény volt. Javasoltam neki, hogy dobálja Szotyival Novák Djokovic hátát a pihenő idejében, vagy ilyesmi, hátha is segít Rozsén, de sajnos nem segített, mert hogy két sima szedben gyakorlatilag úgy elverte, vagy két sima játszmám úgy elverte Rozsét, ahogy azt. Tök érdekes, hogy nekem, igen, ne folytasd a hasonlatokat. Tök érdekes, hogy nekem egyetlen egy képet nem küldött. Hogy engem nem szerethet most. Egyrészt ez, másrészt... Hogy egyébként se, de most meg nagyon nem. Nem, szerintem nem. Én kérdeztem tőle, hogy még pár perc volt hátra a mérkőzésig, és kérdeztem tőle, hogy most akkor Novák vagy Rozsi, de őszintén. És akkor azt írta, hogy hát az a baj, hogy Novák érinthetetlen, Rozsénak meg nagyon szurkol, meg nagyon szereti, meg nagyon szeretné, de hogy nem fog összérni. Hát is neki lett igaza. Igen, csak az a baj, hogy a válasz már akkor jött, tehát amikor lezárták a fogadásokat is. Akkor nem tetted meg. Nem tettem rá. De erre lehetett volna. Ezt mindig elmondja, hogy a Djokovic az van, aztán sokáig senki, megint Djokovic jön, és utána jönnek a többiek. Igen, mondjuk az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ebben az évben azért már verte Rozsi Novákot, egyszer igen, de hogy ettől függetlenül ez mostanában már nem szokott annyira zsinóról jönni, vagy az ilyen jellegű győzelmek nem nagyon jönnek. Na jó, nem legyünk mi okosak teniszben, mert úgyse tudunk, meg ráadásul a hallgatók holnaptól úgyis unni fogják, annyit fogunk róla megint beszélni, bár most már nincs verseny egészen jövő évig, hála jó Istennek, de holnap még az bírjátok, kivisszajön Balázs, és akkor meghallgatjuk, hogy milyen volt ott ülni a nem tudom hol a hálótól 10 méterre, és dobálni a izét a gyokóval. Na, beszéljünk inkább a hétvégéről, megvan az első hó. Jaj, nem tudom, hát meg bizony, ez jó, hát ugye mondták, ugye a mi Ákosunk is mondta a hírekben, hogy a Gajatetőn is, meg a Kékesen is már esett a hó, nem tudom, hogy 5-10 centi körül itt mondtak, nem tudom pontosan, hogy mennyi lehet, meg látványra sem tudom, mert annak ellenére, hogy nekem ugye ez az első között szokott szerepelni a téli programok között, hogy ahogy meghalom, hogy leesett a hó a Kékesen, már megyek is fel az internetre, és nézem meg a webkemet, hogy néz ki az. Nincs a bizonyos hibe. Nem, valamilyen nem működik a történet egyelőre. Azt kell, hogy mondjam, hogy jó lenne, hogyha mondjuk így egy picit így javítanának a rendszerem, hogy 2014 5. vagy 8. kép van fent. Oh. Érted? Tehát 2014 5. vagy 8. nem annyira friss, de majd be fog indulni szerintem. Mit néztél majd... tavaly télen? Mert 2014 5. hó az a tavalyi tavasz. A reszkesedek betörök egy-kettőt néztem. Igen, tudom, a Kolosi betette megint. Emlékszem rá. A lényeg az, hogy 3-5 centi közötti hó esett a Mátrában, már lehetett szánkózni. Aki arra járt, úgyhogy ez szerintem jó hír, remek hír, így a november vége felé, meg közeledik a december. Hát meg már is mondanak valami 5 centit. Igen, mínusz 1 fokok vannak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagyon jó. Pont ennyit ígértem én is otthon. És azt meg is kapja rendszeresen mindenki, aki arra és, jár. És akkor meg egy kis közérdekű bejelentés ezzel kapcsolatban, hogy ugye 7 fok alatt lesz a hőmérséklet tartósan ezen a héten már, úgyhogy ildomos már fölrakatni a téli gumikat, mi is megyünk. És most kezdődik a téli gumi para a gumiszerelőknél. Ez az, amikor nem találsz időpontot, egy 3 hétig körülbelül, mert
mindenki azt csinálta, és tök okosan, amit te mondasz, Jani, hogy mi a francnak cseréljem le, amikor 20 fok van. Minek kopjanak 10 fokban. Igen, most viszont, amikor beesett a hideg, mert ezt még így nem nagyon tudtad, múlt héten. Mindenki pánikszerűen elkezd tárcsázni, aztán hívni a gumisát. Gumis Laci vagyok. Laci, kell menni. 3 hét múlva. Felikém, 3 hét. De karácsony lesz, tesók, már mennénk. Miért most? Hát mert tudod, mert most van tél, most van 7 fok alatt hőmérséklet. Igen. Ez de nagy most? Miért most? Miért most? Miért nem májusban, akkor nem volt senki. Egész nyáron itt tártuk meló nélkül, Ferikém. Hát igen, csak akkor nem kell a téligumi, úgyhogy mindenki szerelési pánikban van. Ez valóban elmondható. Korcsolyázni voltunk a hétvégén. Na, akartam kérdezni, mi nem? Én nem voltam korcsolyázni, mert akkor találkoztunk volna. Képzeljétek el, Velencén a nyári rezidenciánk mellett nyitottak egy korcsolyapályát, és őrület van. Jégdiszkóval esténként. Este jött a jégdiszkó, és akartam egy videófelvételt csinálni, csak annyira rosszul korcsolyázom, hogy nem mertem ezt megkockáztatni, ugyanis egész nap, mintha DJ Bali nyomta volna ezért a diszkót, mert az Ajaj a Coco Jumbo-n jégdiszkóban mit játszanak? Head Away, What is Love, ezek mentek, érted? Egész nap, és ilyen muzsikák voltak, de egyébként meg akkora hangulata volt, hogy visszavonom mindazt, és ezt majd holnap a Balázsnak is elmondom, visszavonom mindazt, amit a retroval kapcsolatosan a múltkorit mondtam, hogy nem értem magát a műfajt, ezeket ugye, amiket elkezdett bejátszani, mert olyan hangulat volt egész nap a koripályán, hogy megőrültél. Tehát ezek a zenék szóltak ezerrel, mindenki körbe. Voltak sokan? Körbe. Na, viszonylag igen, jó volt. Aztán az esti nagy diszkóra, mert este azt hiszem 8-10-ig van a nagy jégdiszkóra már nem mentünk vissza, mert a gyerekek elfáradtak. De mit csinálnak a nagy jégdiszkó alatt is működik a jégpálya? Persze. Ja, azt hiszem, olyankor felszorják homok. Nem, hogy hívják, hogy tudjak táncolni. Nem, hanem olyankor gondolom, hogy lekapcsolják egy kicsit a fényeket, több a diszkófény, és megy a dolog. Szóval bocsánatot fogok kérni Balitól, és most már tőletek is, akiket megsértettem a múltkor, hogy szerintem nincs a retronak létjogosultsága. Nem, te azokra a zenékre mondtad, amiket ő játszott be, tehát a retronokra létjogosultsága, igen, de hát hogy azért azok elég erősek voltak. Figyelj, marha jó volt, egész délután mentünk körbe-körbe, ugye nálunk Panna már tudogat. Ki van írva a menetirány? Igen, és mondják, és óránként van fordulás. Óránként megint eltelt egy óra, kedves vendégeim! Föl a poti, mint izé Bétót a legszebb idejében, visszahúzza, tudjátok mi következik, ugye? Megint föltolja, egy 10 perces karbantartás, megint föltolja, és a karbantartás után megfordul a kör, addig mindenki igyon egy forró teát, vagy egy bort, és megy a diszkó tovább. Óriási hangulata van. Óriási hangulata, Somát azt én most tanítom, szegény gyereket, van benne egy ellenállás apa korcsolya tanítási módszerei ellen, de megtörtem, és nagyon jó haladunk. És a kapott kis korcsolyát? Ilyen két pengésüt, vagy egy pengésüt? Nem, egy pengésüt. Egy pengés, hú, de menőcsét. Hát akkor a haladó fokozatban. Persze, béreltünk egyet, és ami nagyon jó, hogy lehet fakutyát is ott használni. Ne csináld már. Van 4 darab. Ez lehet, jégpály. 4 darab fakutya van, amit most úgy lehet használni, hogy a tanításra segédeszköz, hogy belekapaszkodsz a hátába. Próbáltam magam tolatni. És fölviszik a nagymamát, aztán ott tolják. Igen, körbe. Én is próbáltam magam tolatni a Somával, ez még nagyon nem ment, de aztán cseréltünk, és nagyon-nagyon jó, mert a pálya közepén. Itt ne felejtsék ki. A pálya közepén van egy kis elválasztott rész, ott lehet gyakorolni ezzel. Na most a tömeg, aki viszont körbe-körbe profi ment, azt nagyon jó meg tud tréfálni azzal, hogy néha így a fakutyát kilököd közéjük. Na, hát ez jó. Imádom. Tehát az a legjobb pillanat, kicsit belököd a tömegbe a fakutyát. Bocsi, a gyerek volt! Igen. Bocsi, a gyerek volt! Elnézés, kicsi még. És akkor mindenki megpróbál kikerülni. Szóval mi így szórakoztunk szombaton, tegnap egy utószületésnapot kellett megünnepelnünk. Ja, szombaton is tulajdonképpen születésnapban voltunk, úgyhogy ilyen óriás bulizás volt végig. Hát figyelj, a tegnapi időjáráson ne beszéljünk, tehát hogy, sőt, tegnap előttiről se egyébként, tehát hogy ez a szutyogós, esős, nyálkás, undorító, tényleg amikor az embernek semmi kedve nincs sehova menni, ettől függetlenül, mi mondjuk szombaton elmentünk, volt egy ilyen kis karitatív rendezvény a 17. kerületben, egészen pontosan egy úgynevezett festőfutás, most már a 10, hogyha jól emlékszem,
számára 14. alkalommal rendezték meg. Ez egy nagyon aranyos, helyes ilyen helyi kezdeményezés, és srácoknak van ott egy ilyen festékboltja, egy pár évvel ezelőtt kigondolt, hogy mi lenne, hogyha a környékbeli, mert hogy 17. kerületi gyerekeket valamilyen formában támogatna, és akkor elindított egy ilyen futóversenyt, aminek gyakorlatilag az volt a lényeg, hogy sportoljunk egy kicsit együtt, és a nevezési díjakat pedig arra fordítják, hogy mondjuk óvodákat, iskolákat festenek ki. És akkor ez egy szépen így évről évre így fejlődött, ez a dolog most már mondom a 14-nél tart a történet, és most ennek volt egy ilyen Mikulás futás, mit tudom, ilyen különleges alkalma, Csabival együtt elmentünk. Hát futni. Nem, igazából most már futásról nem is nagyon volt szó, mert úgy alakították ki a dolgot, hogy így lehet futni, és lehet kerékpározni, és lehet túrázni, és igazából az együttléten, meg a közös programon, meg a programokon van a hangsúly, és hát természetesen közben lehet adakozni, és akkor gyerekek majd összedobnak ebből egy ilyen szép kis Mikulás ügynökséget. A kis nevezési díjat, és utána azzal mész, amivel akarsz. Így van, akarsz futsz, hogyha akarsz bringázol, hogyha akarsz terepjárósoknak van egy külön izé az talicskázol, vagy pókjárásban is megteheted a távolságot. Igazából tök mindegy. A 17. kerületnek az egyik legszebb részén voltunk, az úgynevezett Merzse mocsárnál, ami egy ilyen természetvédelmi terület. Igen, picit ilyen furán hangzik a dolog. Meg talán egy kicsit így visszariasztaná az ember, de egyébként egy nagyon szép rendezett helyről van szó, egy hatalmas kilátóval, náddal, nagyon pici kis tavacskával, stb. Egy tudom én ilyen kis túraútvonalakkal, meg rendezett helyszínekkel, szóval jó helyez, érdemes oda menni. Nagyon tetszik, nagyon szimpatikus, hogy valaki így mondjuk itt saját séróból azt mondja, hogy de nem fog várni mindenféle nagy szervezetekre, meg állambácsira, meg akárkire, hogy segítsen a helyi gyerekekkel, hanem inkább fogom magam. Aztán összehozom. Mennyi pénz jött össze, azt nem tudod, nem mondták a végén. Sok, majdnem egy 170 ezer forint. De jó, hát figyelj, festékre. Tök jó. Ez most nem is annyira festékre, hanem egy Mikulás ünnepség mindenféle rászoruló gyerekeknek, beteg gyerekeknek is egyébként. És hogy akkor az ő karácsonyuk, illetve pontosabban az ő Mikulásuk sem fog elmúlni ajándékozás nélkül. Meg tudod, mi a nagy, tehát az is nagyon jó, hogy egy ember volt, aki ezt így kitalálta. Igen. De én azt is nagyon szeretem, amikor egy kerület vagy egy település lakosai erre így ráfűznek és nagyon elindulnak. Gyerekek, higgyétek el, hogy néha olyan keveset kell adni ahhoz, hogy segíts valakin, és hogy a mag saját magad lelke olyan jó lesz tőle. Hogy mi nem nagyon szoktuk itt verni a műsorban a mellünket ezzel, hogy mi mennyit segítünk, mert nem azért csinálja egyikünk sem, de hogy az én számomra a segítségnyújtáson túl az mindig egy olyan nagyon szuper dolog, hogy ott benne vagyok valamiben. De ha 10 emberrel, 10 emberrel, ha 100 emberrel, vagy 1000-rel, amennyien most ti kint voltatok, akkor egy tök jó közösség lesztek. A 90 ember volt ki. Azért mondom, hogy tök minden, hogy hányan vannak, ma jövőről már 150 lesznek, mert híre megy a dolognak, és ez olyan kevés elég ahhoz, hogy ilyen emberi legyen az életed, meg emberséges, hogy most mi volt, kimentetek szombaton, volt vasárnap? Mikor de azt mondja, hogy szombaton. Kimentetek szombaton, kim voltatok, futottál egy kört, odaadtad a nevezési díjat, és ettől embereknek jobb lett. Annyira kevés dolgot adtál, idézőjelesen mondom, az idődet, meg ezt a kis pénzt, és nekik meg mekkora dolog lett belőle. Tehát összegyűlt 100 valány 1000 forint, és tök jó valamit. Persze, és valaki pénzt ad, van, aki pedig a munkával, van, aki, mit tudom én, ezzel az alamazzal támogatja a rendezvényt, oda kell menni, csinálni kell, ki kell találni. Tényleg nem feltétlenül arra kell várni, hogy majd valamelyik szervezet mellé áll a kezdeményezésnek, vagy mit tudom én, a helyi önkormányzat, vagy akármi. Hát, hogy ők is úgy voltak vele, hogy inkább ezeket a köröket elkerülik, és akkor létrehoznak valamit saját megfontolásban, hogy csak saját maguk, és aztán szépen lassan építkezve jutottak el idáig. Évre nagyobb lesz. Tök jó. Ma egy új akciót indítunk, majd erről fogunk még beszélni, mert hogy a Mikulás az gyakorlatilag kicsit mi is leszünk ebben az évben. Érdemes erre már odafigyelni. Már lehet jelentkezni a fekete-fehér igen-nem játékra. Egy új hetet kezdünk. 0-0-ról indul az állás. A múlt hetet elveszítettük 3-2-re, de szerintem annyi baj legyen. Viszont még a hírek előtt megmutatjuk nektek a múlt péntek egyik gyönyörű pillanatát. Ugye elindult a múlt héten az RTL-en a Vállótársak című sorozat, és mind a egyelőre hárman, nagy sikerű. Így van, mind a hárman megnéztük, ebből indult a témánk, az életközépi válságról kezdtünk el beszélgetni, mert ezt így hívják, most már ezt is tudjuk, tehát ez még nem a kapuzárási pánik, ez még egyel előtte van az életközépi válság. Igen, ezt másképp hívják, de ugyanaz.
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét múlt egy perccel. Lehet jelentkezni a fekete-fehér igen-nemre. Kettőnk közül tudtok választani, ja. De Balázsban nincs. Balázsban is lehet, csak nem nehéz. Számítottok rá, hogy ki fogja mondani a feketét, a fehér, meg az igen-nemet. Így van. Viszont lejár majd az idősíti visztetikkel az ajándékcsomag. 0676 45 000 az SMS szám. Itt várjuk a jelentkezést és a közlekedési infókat. Ákos jön a negyedórás hírmagazinnal. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szevasztok, jó reggelt! Mindenkinek 10 perc múlva lesz 7 óra. Van néhány fontos közlekedési infók. Herennél a benzinkútnál mind a két oldalon mérő autó. Nagy Ildikónak üzenem az Ajkai Elektronikába, hogy szeretem István. Ennyi. Átadtuk. Nagyon-nagyon szép üzenet volt, tehát egyrészt hasznos, akik Herennél autóznak, másrészt pedig... De ki kit szeret egyébként? Ildikót szereti István. Ildikót szereti István. Jó, Ajkai Elektronikában szereti. Reméljük, hogy Ildikó viszont szereti István. Nagyon-nagyon izgulok érte, és illetve reméljük, hogy nem csak az elektronikában szereti, hanem ha ott nincsenek, ott akkor is szereti őket. Szombathely előtt a 86-oson a Csorna felől érkezőket mérik a felüljáróról, Peti. Ez pedig akkor új a 86-oson Csornánál, tehát hogy nem kék transporter van, és nem fehér Skoda, hanem már a felüljáróról is van mérés. Atya úristen! Jászfényszarú nagy tarcsa, korcsolja pálya az út, a bénák arra szólnak, a vérprofik pedig már az árokban vannak, az útépítők írják. Ez bizony most már elérkezett ez az időszak, hogy a hajnali fagy, nagyon sok felé fagyott, az ilyen következményekkel is jár, úgyhogy tessék vigyázni, meg tessék odafigyelni. És hát ugye téli gumi, hogy ha tehetitek, akkor még a héten okassátok fel, hanem akkor a jövő héten valószínűleg sokaknak fogja majd azt mondani a gumis, amiről beszéltünk egy pár perccel, vagy 20 perccel ezelőtt, hogy papuka, de miért most? Tele vagyok a jövő héten, de addig is kell autózni. Krisztián várakozik, hogy játszon velünk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Krisztián, hello! Hello. Ez olyan rossz, mert mi vagyunk ketten, ugye a halálröhögők, mindig a szignál végén a Janival, és utána pedig, ha nincs a Balázs, akkor gyorsan meg kell szólítsuk a játékost, át kell váltanunk ugye a halálröhögésből. Nagyon aranyos, szimpatikus műsorvezetővé. Merre jársz, Krisztián? Most épp a M3 babati kihajtón, vagy pihenőn, jobban mondom, hogy pihengetek. Megálltál a játék miatt, nagyon igen. Na és milyenek az útviszonyok, vannak-e már felfagyások az aszfalton? Meg nincsen. Na. Még nem tapasztaltam. Hát téli gumit már felpattintottam. Jaj, de profi vagy, mikor? Hát, kerekperec tegnap este, ugye felni cseréltem csak, de felrakatnom nem kellett. Ja, hogy neked te otthon meg tudtad ezt oldani. Ha felnin volt a gumi, ugye nem kellett átszerelni, és akkor csak gyorsan fölpattintottad otthon. Hát így könnyű. De az a legjobb. Hát de hát is kell rakatni, hogyha cseréled. Ja, mert csak egy garnitúra felnid van, csak két garnitúra gumi. Nem, két garnitúra van mindegyikből. Na hát ezt mondjuk, aha, hogy na. Ugye így könnyű, ha nem kell átrakni. Ez össze minket. A gumit csak a fel. Na jó, van, hagyjuk. Hova mész? Merre tartasz az autópályán? Hát most például a Szlovákiába. Aha. Most a kollégáim biztosan röhögnek, mert ez miatt pont szabadságot kértem. Hát most kirándulgatok egyet. Na, de kiváló. Egyedül átmész Szlovákiába, kirándulsz egyet, szétnézel és visszajössz. Persze. Vagy nem vagy egyedül? Egyedül vagyok. Aha. Jelenleg is. Uh-huh. Jól hangzik. Nekem ez igen szimpatikus. Az egyedül lét az nagyon. Persze, meg az, hogy egyedül elmegy kirándulni. Na jó, kit választasz a játékban, Krisztián? Jani. Nagyon jó választás. Krisztián? Nagyon jó. Akkor szerintem kezdhetitek is. 3-2-1, tessék. Krisztián, szeretnél kérdezni? Ez egy standard kérdésünk. Szeretnék. Biztos hallottad már párszor. Hova mész Szlovákiába kirándulni? Belina? Nem tudom, ismerős. Belina? Neked? Meg is vagyunk, nem tudom. Ó, bocsánat. Meg is vagyunk, nem tudom, ismerőse Belina. Ezt igen, kérdeztem. Igen. Krisztián, hát itt rögtön az elején. Hát,
első játék volt. Igen. Nem vártam tőle sok mindent. Jó, hát akkor figyelj, azt viszont elérte, a célját elérte, a foglalkozás, ahogy szoktuk volt mondani. Hmm. Ha nem vártál tőle sokat, azt meg is kaptad. Ezért most nincs ajándék. Illetve egy ajándékunk van, képzeld el, hogy most egészen december 3-áig egy ilyen nagyon nagy játékot indítunk, és minden egyes játékosunknak adunk egy csodálatos téli sporteszközt. Egy téli sporteszközt, most képzeld el. Ami talpakon csúszik, és lehet húzni rajta egymást, vagy le lehet csúszni a hegyoldalban is. Jó, egy ilyet kapsz tőlünk, és akkor majd tudsz vele. Mindenképpen. Téli sportolni. Közben egyébként utána néztem, Belina Béna, aha, mert hogy ez a magyar neve, Béna, magyar község Szlovákiában, a Besztence bányai kerületben, a Losonci járásban, kérlek szépen. Na. Igen, már jártam ott párszor. Most már tudod, Krisztián, hogyha ezt eddig nem tudtad, köszönjük szépen, a sporteszköz tiéd, nagy sikere nem volt most a fekete-fehér igennemnek, de majd legközelebb, jó? Majd legközelebb. Köszönjük, szevasz. Szia, jó kirándulás. Hello, 4 perc múlva, 7 óra, Ákos jön a hírekkel. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után 9 perccel már itt is vagyunk. Sziasztok! Ez az Jani, csapasd a zenét, ma bünti nélkül lehet, nincs a bali. Igen, ez már vég, hogy a Brian Adamsnél is az innen lesz közni. Azért kisrok, azt szoktuk mondani. Igen, ebből látszik, hogy az utóbbi években nem voltak nagyon elkényeztetve ebből a szempontból. Nagy metál nem ment, kicsit torzítós gitár van benne, az már itt rockzene, és az pedig a te nevedhez kötődik. De hát mi nem nyúlunk a zenékhez, ugye ez beszélgetés. Kiváló muzsika volt. Van, hogy mert ilyesmit csinál. A Zsül kezére kéne csapjunk bandával. Így van, és az egyik szemét ki. Igen, tüzes vas. Na jó, ezt nem azért. Ezt kicsit később veszük elő még. Kaposmérőben a Kaposvár felé érkezők mosolyognak a rend csendes őreire. Pötyi, tehát mérnek, Herenden a benzinkútnál mind a két oldalon mérő autó, és továbbra is Nagy Ildikónak üzeni István Ajkáról, hogy szereti ebben az üzenetben benne foglaltatik. Ez csendes a reggel ahhoz képest, hogy hétfő van. Csendes. Meg ahhoz képest, hogy állítólag csúsznak az utak. Viszont az idő az gyönyörű szép lesz. Én már láttam ennek a jeleit, hogy korán reggel, amikor kimentünk Pipin Denivel, mert hogy nagyon szép csillagos volt az ég, és ez egy örömteli pillanat volt számomra az elmúlt két nap után. Szombaton egy picit meg is fáztam, tegnap meg annyira undorító idő volt. Szokták mondani, hogy gyerekcsináló idő, ne, hát nekem ahhoz sem volt kedve. Nem. Mondjuk, ha már neked ahhoz mondjuk ennek mélyebb gyökerei vannak. Tehát maga a csinálás még csak igen. Na de csit, mert 7 óra után vagyunk. Bizonyám. Viszont tegnap föl voltam a neten, és így nézegettem mindenféle videókat. Egyrészt találtam egy nagyszerű videót, hogy valakit esetleg érdekel, föl is rakhatjuk a Facebook oldalunkra, mert hogy valaki Michael Jackson-t játszott kint tornán, az nekem rettenetesen bejutott, de a nyerén. Igen, jó, képzeld el, hogy a kintornának az a lényege, hogy egy ilyen lyukkártyát készítenek el, hát nevezik lyukkártyának így jobb híján, egy ilyen lyukkártya ősét készítik el, és akkor ezt berakják a gépbe, és ahogy tekerik, akkor szép lehet. És valaki elkészített egy ilyen lyukkártyát, és talán a Smooth Criminalt játsza, és iszonyú vicces. Zseniális. És tudod, hogy ahogy ugye a kintornás legnagyobb előnye a pontosság, tehát az egyenletes tekerés. Igen. Figyeljetek, zseniális egyébként a történet, és hát ennek kapcsolatban persze természetesen úgy szokott lenni, hogy mindig, amikor az ember elkezd netezgetni, meg elkezd YouTube-ozni, akkor onnantól kezdve nincs megállás, mész egyik videóról a másikra, és akkor így akadtam rá egyik nagy-nagy kedvencünkre, egyik nagy-nagy felfedezetünkre, nyugodjék békében, Vízolikára, akinek már a Balatonja már 800 000 fölött van, és hogyha emlékeztek, akkor ezért mi egy pár hónappal ezelőtt kitűztünk magunk elé egy célt, amit szerintem azért nem ártam egy picit így felfrissíteni, mert annyira örülnénk neki, hogyha ez a jó ember. Igen, hogy ez a jó ember elérni az egymilliós nézettséget, így ha már sajnos életében ez a dolog nem jött össze, de legalább akkor így utólag így egy kicsit így. Én annyira bírnám. Olyan jó lenne, olyan nagy lenne. A Vézolika sztori azért szép, mert ugye ezt már ő régóta művelte, hogy ő popzenész, és akkor sztár. Igazából ez nem nagyon sikerült neki, aztán mi ráakadtunk, és elkezdtük nyomni a dalt, mert hogy egyszerűen annyira nyár, annyira Balaton, annyira heffán az egész, hogy mi
vagy én legalábbis, a ti nevetekben nem akarok nyilatkozni. Figyelj, megfogta a lényegét, megfogta. Nagyon sokan próbálkoztak már ezzel, és azért kevés kivétellel nem nagyon sikerült mindenkinek elcsípni azt a feelinget, ami tényleg jellemzi a Balatont. Talán a Bornainak sikerült egyébként a Balatoni nyárral, mert az annyira klasszikus, annyira jó volt, és az még ugye zeneileg is, meg mindenféle tekintetben. Az Olikát azért úgy, tehát hogy nyugtával dicsért az ember a számot, de abban benne volt minden, amiért szeretjük a Balaton. Az egy rajongónak a dala volt. Így van, és mi is vittük magunkkal az Olikát, ugye pár helyszínen a nyári kitelepüléseken föltűnt, és igazi sztárhoz méltó fogadtatásban részesült, vagy sztárnak méltó fogadtatásban, és hát sajnálatos módon az élet lám milyen, bár ez is hogy merről nézed a dolgot, hogy én mindig azt mondom, hogy bár ugye sajnos módon ő elhalálozott, de az utolsó két évében viszont mi ott voltunk, és hát egy kicsit sztár csináltunk, és azt ő nagyon szerette. Nagyon-nagyon rendes, nagyon kedves, nagyon szimpatikus emberke volt ő, és tényleg, hogyha ha belegondolok, hogy hány ilyen most nem, majdnem azt mondta, hogy lelketlen szúgyok, de nyilván nem mondok. Tehát hogy sok minden nagyon most meg kicsúszott, szóval ér el hatalmas nézettségeket fönt a mindenféle ilyen videó megosztó portálokon, hogy annyira megérdemelni ez az ember, hogy ez az 1 millió. Tehát 800 ezer megtekintés már megvan, vézulik a Balaton, aki már megnézte, az most így ebben a kicsit szutyok időben, hogy bár egyébként tök normális novemberi idő van, mindegy kicsit ugye ilyen párás, meg csöpörgős, esős, havas, abban így dobja föl saját magát egy megtekintéssel. Egy, nézzétek már meg. Vézulik a Balaton. Is, miattunk is, magatok miatt is. Sát, ha meg lesz előbb-utóbb az 1 millió. 1 millió megtekintés. Egy múlt heti témáról fogunk most egy kicsit beszélni, de ez ugye nem visszanyúlás abból a szempontból, hogy én kezdtem el elmesélni, hogy utaztunk volna Somával villamoson, és hát nekem ugye nincs bérletem, én mindig ilyen 10-es gyűjtőket veszek, amit egyébként nem is értek, hogy miért nem veszem meg a bérletet, mindegy, én szeretek így jegyezni. Egyébként pont annyit eljegyezek gyakorlatilag egy hónapban, mint ha vennék egy bérletet, tök mindegy. Mentünk volna Somival be a városba, és egy ilyen utcai automatánál akartam egy jegyet venni. És 10-es gyűjtőt szerettem volna vásárolni, és nem fogadta el, tehát nem ment bele a papírpénz. Szerencsére volt 300 forint fénypénzen, vettem egy jegyet, azzal be tudtunk. Pedig egy friss 25 ezresről volt szó. Figyelj, imádtam, annyira jó kéző, és egy csomó helyen már elfogadták. Tehát tök jól tudtunk vele. Na mindegy, nem fogadta el a gép. És akkor ezen a vonalon elkezdtünk beszélgetni arról, hogy miért van az, hogy egyébként a BKV bérletet, ha megveszed, akkor ha kérsz róla áfás számlát, akkor 10.500 forint, ha nem kérsz róla, akkor 9.500. Figyelj, de te most komolyan miért? Fogalmam sincs, és ráadásul én például ugye vállalkozóként ugye rendszeresen áfás számlát kérek róla, hogy természetesen valamilyen formában, ha esetleg el tudom számoltatni a könyvem segítség, akkor az nekem jó. És valamelyik egy pár héttel ezelőtt a Móni felvetette otthon, hogy félte, azt tudtad, hogy te egy ezerrel többet fizetsz a bérletért így, hogy számlát kérsz, és maga, ne beszélj már hülyeséget, de hogy is nincs, hogy fizetek, ugyanannyit fizetek, de és basszus, nekem is utána leesett a tantusz, hogy tényleg így van, és egyszerűen nem értem a dolgot. Hogy egyébként meg ez tök jó, mert akkor azt is mondjuk, de csak akkor mondjuk azt, érted, hogy a benyáról, hogyha nem kérek áfás számlát tankolásnál, akkor az is legyen kevesebb egy 10%-kal. Vagy így teljesen jogos. Hogy ezt minden beépítsük bele, hogy azt mondod, hogy vettem egy számítógépet, 150 ezer, áfás szám, nem kérsz áfás, akkor 135 karácsonyra. Hogy én támogatom ezt a dolgot, ha ez az oka, hogy mondjuk az áfa fizetés az oka, akkor áfás számlával egy kicsit legyen több. Aztán fölmerült még egy csomó más kérdés is, itt folytatódott az adásban is a beszélgetés, meg adáson kívül is, hogy mi van akkor, ha nem működő automata után én felszállok, megbüntethető vagyok-e, de tovább megyek, mert volt olyan panasz a hallgatóinktól, hogy volt neki jegye, de nem működött a jegylyukasztó. Uh-huh. Akkor neki végig kell menni az egész 4-es, 6-os villamoson keresni egy lyukasztót. Aztán jött az a panasz, hogy mi van akkor, hogyha ugye te nem kaptál, vagy nem tudtál jegyet venni, de vásároltál jegyet a sofőrtől, aki azt mondta neked, hogy ő nem bír 10.000-esből visszaadni. Hmm. Akkor megint nem tudsz felszállni a buszra, vagy a villamosra, vagy a nem tudom mire. Hogy egy csomó ilyen akadály gördült elünk, és azt gondoltuk, hogy véget vetünk annak a sötétben botorkálásnak, amit a csapat most magáénak tudhat az ügyjel kapcsolatosan, és felhívjuk azt a nőt, aki mindent tud, mert hogy ő a BKK kommunikációs igazgatója, Szűcs Panni. Jó reggelt, Panni, szia! Jó reggelt, sziasztok! Ta-da-da-dám! Köszönjük szépen, hogy hétfő reggelt már ránk fordítod ilyenkor. Te már ilyenkor bent vagy a munkahelyeden? Vagy még ott? Igen, de azért...
jöttem be. Jaj, nagyon szépen köszönjük. Be köszönjük szépen, vagy... mi pedig a kedvelőt gyártottuk le, ezt, az előbb ezt a kis szignált. Igen, ezt a szép. De miért egyébként otthonról pizsamában, kávéval, vagy pizsiben alszol? Halloweenben, egy ilyen gyönyörű csipkés Halloweenben. Csipkésből alszol? Ja, mindegy, ezt ja, túl gondoltuk. Tehát egy Halloweenben kávéval a kezedben nem hívhatnánk föl? Tehát neked ehhez be kell menni, csak ott vagy szóvivő? Nem, nem, nyugodtan felhívhatnátok, csak ugye van két gyerekem, így készülődünk, kutyók. Ja, jó. Ja, és jó, akkor, ha, mert Feri úgy képzelt el a dolgot, hogy ez egy ilyen szolgálkötelem, hogy csak akkor nyilatkozhatsz, hogyha mögötted van egy ilyen BKV felirat, illetve előtted van egy ilyen pulpitus. Nem, és nem. Mikrofonhegye. Na, akkor hát hallottad már a felvetéseket, de van egy csomó kérdésünk. Menjünk ezen szépen sorba. Az első az az volt a múlt heti adásunkban, amit ugye ti is hallgattatok, hogy visszahallgattatok, és akkor te is ajánlottad, hogy akkor tegyük tisztába ezeket a dolgokat. Miért van az, hogy áfás számlás fizetés esetén 10.500 a bérlet, egyébként 9.500? Hát az az igazság, hogy ez egy kicsit fordítva van. Még 2013. decemberében a főpolgármester jelentette be azt a bérlet csökkenést, ami egyébként előidézte ezt a dolgot. Tehát igazából akkor magánszemélyeknek 10%-kal kevesebb lett, tehát 10.500 helyett 9.500 forintot kell azóta fizetni, és ugye nem is történt ebben változás, ugyanannyi a bérlet tavaly sem emelkedett meg az ára. Ez nem attól függ, hogy kérsz a számlát, vagy nem kérsz számlát, hanem azt, hogy magánszemélyként pedig cégként beszed meg a bérletet. Uh-huh. De mi a különbség alapvetően mondjuk egy magánszemély, meg mondjuk egy vállalkozó között? Mind a kettő ugyanolyan földi halandó. Hogy mi a különbség, és hogy mi volt ennek a döntésnek az értelme, hogy csak a magánszemélyeknek csökkentették, ezt nem tudom megmondani, erre a közgyűlés tagjait kéne megkérdezni, de minden esetre akkor pontosan a BKK hatékony működésének köszönhetően vezették be ezt a jegyárgatát, a bérletcsökkent. Csak olyan érdekes, igen, hogy a vállalkozó biztos jó keres, megteheti, vagy mondjuk, mert a vállalkozó például vehet az alkalmazottainak bérletet, ugye? Igen. Van egy ilyen béren kívüli juttatás lehetősége. Nekem például én vagyok az egyetlen alkalmazottam. Jó, hát nagy vállalkozó a Jani, de mondjuk akinek több alkalmazotta van, és azt mondja, hogy beszállok a bérletbe, gyerekek, akkor annak nem jár ez a 9500, neki 10.500 ér kell, szóval ez érdekes egy kicsit. Ez egy politikai döntés volt, és mondom, a magánszemélyeket szerették volna előnyben részesíteni. Valószínűleg nekik könnyebb. Egyébként a kafétériában mindenkit szeretettel várunk, akkor egy bérletvásárlásra itt a BKK-n. Aranyosan bepróbóztad a dolgot. Jó, jöjjön akkor a következő témakör, ezt mi elfogadjuk, nem tudunk vele vitatkozni, tehát 9500-10.500, és ez marad is, ugye? Jövőre is. Hát nagyon bízom benne, igen, nem tervez, ha jól tudom, Aha. Panni, nagyon egyetértünk vele, csak egy szavadat nem értjük, eltűntél, itt vagy most? Halló. Itt vagyok, itt jó, vagyok. Itt vagy, na, hát azt nem tudom, hogy itt nem vagy, de a hangot se. Nem mozog közben, most tökéletes, maradj ott, léci. Fie, vagy árnyékolják, vagy lehallgatják a BKK-t, tehát ez a kettő lehet csak. Jó, akkor jöjjön a következő, mi van akkor, ha nem működő automatával találkozik az ember? Pont én meséltem, elmúlt héten szerettünk volna utazni, és nem adott ki jegyet az automata. Felszállhatok-e én ilyenkor a járműre, és mondhatom azt az ellenőrnek, hogy én akartam. Tehát én akartam venni, de nem működött a gép. Igen, ez egy, azért is szerettem volna mindenképpen beszélni veletek, hogy elmondjam, hogy ennek egy rém egyszerű oka van, hogy a magyarok iszonyatosan leleményesek, és eldugítják az automatát, és akkor, amikor a Rákóczi Feri vásárolni próbál egy bármit, akkor eldugítják a kiadó nyílást, és nem ad vissza a gép. Éppen ezért első körben most azt találtuk ki, hogy ilyenkor egyáltalán ne adjon ki, hiszen gyakorlatilag a bűnözőket segítenénk azzal, hogy te elmész nagy mérgesen, utána oda megy, kiszedi a zsebkendőt, ja. Aparintja a terület. Aha, ezt nem tudom, érted. Tehát, hogy ez az eldugítás, akkor azt a cél szolgálja, hogy őt felgyűjjön ott a mindenféle apró pénzzel, kiszedi ugye utána ezt a kis mit tudom, tárgyat, vagy papír zsebkendőt, amivel eldugított a nyílás, és akkor összeszedi az aprót. Tehát gyakorlatilag ez egyfajta lopás a BKV-nak, illetve a vásárlóknak a meglopása.
Így van, és az az igazság, hogy nagyon mindig lekönyveljük meg mindent, de ez ellen küzdeni csak úgy tudunk, hogyha mindenki odafigyel erre, ezért is szerettem volna mondom ezt elmondani, hogy mindenképpen nézze meg az, aki vásárol, hogyha nem jön ki, akkor valószínű ez lehet az oka, és 60 másodperc múlva húzza vissza a pénzt. Egyébként megpróbálunk mindenféle kommunikációs eszközökkel küzdeni ez ellen, tehát például kiírjuk az automatára is, hogy nézzék meg ezt a nyílást, de azért tényleg mindenkinek ajánlom, mert ez most egy ilyen új bűnözési mód sajnos. Hát ez eszembe nem jutott volna, hogy ezért nem működik, akkor viszont zseniális a tervezője, hogyha ezt meg tudod csinálni, hogy ahogy eltömítik a kiadó nyílást, akkor ő már be se veszi a pénzt. Mert ugye alapból arra gondolsz, hogy na megint rossz az automata, és a fene egye meg, hogy miért nem tudok jegyet venni, de hát akkor ez nem a ti hibátok, hanem így akar, tehát ez az újkori bűnözés, őrület. Igen. Itt van, és ott állnak, te elmész onnan, ő oda megy, kiszedi a zsebkendőt, és kiszedte a pénzt is. Úgyhogy most azt gondolom, talán már kevesebben lesznek így az adás után, mert hogy azért elmondom, hogy nem tudják, tehát egy perc múlva ugye megkárosítanak titeket is, meg minket is, de ő viszont nem fogja tudni kiszedni a pénzt, mert visszahúzza az autót. Aha, jó, akkor azokat most már tudjuk, hogy miért nem tudtak rákocik venni maguknak jegyet, de mi van akkor, hogyha mondjuk az ellenőr visszatérve az eredeti kérdésre kéri a jegyet vagy a bérletet, és ők emiatt nem tudnak. Elfogadja az ellenőr ezt a magyarázatot? Hát sajnos ezt nem fogadja el, muszáj. Egyébként általában van, hogy kettő is van egymás mellett, két automata, erre is remek jó térképeink vannak fent a BKK oldalán. Nagyon aranyosan mondta, ez a nem működő automatára is rá volt írva, hogy hol van a legközelebbi, csak nekem már nem volt időm. Igen, ez abban az esetben mondjuk nem vigasztalja az embert, hogyha mondjuk sürgős dolga van, és mondjuk egy vagy két megállót akar csak menni, és mondjuk három megálló múlva lenni, lesz egy következő automata, ahol tudna venni. Ja. Így igen, és szóba került pont szerintem nálatok is, hogy akkor lehessen ugye interneten vagy akár telefonon applikáció segítségével. Nos, ez a jövő, és az elektronikus jegyrendszer, amit egyébként bevezettünk jövő év végén, az pont ezeket a hibákat próbálja kiküszöbölni, mert gyakorlatilag ott az ellenőrnél is egy csipkártya felismerő rendszer lesz, tehát azokat a dolgokat is kiküszöböli, valamint lehet majd vásárolni internet segítségével. Egy év múlva ez lesz, hogy vegyek hát a telefonommal. Jövőre. Jövő, azt mondtad. Pami, jövő ugye? Január 17 vége. Jövő év. 2017 vége? Igen, igen. Az nem jövő, az jövő után. Az jövő után, az jövő után, de hogy miért kell ennyit várni egy ilyen egyszerű appre? Tessék? Miért kell várni egy ilyen egyszerű appre ennyi időt? Hát ezerféle olyan szolgáltatás van már, amit interneten keresztül el lehet intézni. Hát azért ez nem egy olyan bonyolult dolog, nem? Maga az applikáció az nem bonyolult, csak éppen gyakorlatilag a megszemélyesítés kérdése furcsa. Most gondolj bele, hogy mondjuk egy SMS-ben vásárolsz egy jegyet, igen, de elmented ugyanazt a jegyet, és akkor azt felmutatod mondjuk a buszsofőrnek, aki gyakorlatilag csak azt látja, mintha te megvetted volna, de lehet, hogy a Szűcspanni telefonszámát mented el mondjuk BKK jegyként, és akkor úgy tűnik, mintha én azt elküldtem volna. Hát éppen ezért kell egy olyan háttér bázis kialakítása, ami gyakorlatilag felismeri mind a bérlet, mind pedig a jegyet. Tehát ez iszonyatos visszaéléseket eredményezhet. De ebbe nem tudja felismerni. Aha, de ebbe te benne lennél, hogy én elmentsem a te számod, mint BKK jegy? Hát oké. Kipróbáljuk. Jó, minden esetre ez jó hír, bár ugye a két év az hosszú időnek tűnik, de arccal a jövő felé. Jó hír. Na, még egy kérdés érkezett közben a hallgatóktól, ez pedig az, hogy van érvényes jegyem, fölszállok a villamosra, és nem működik a lyukasztó, vagy a jegykezelő kis gépezet, mert most például, ahova én felszálltam, ott úgy volt, hogy volt a digitális, vagy ilyen elektromos jegykezelő, és fölötte ott volt a régi klasszikus lehúzó, mert lehet, hogy arra számítottak, hogy egyik nem működik, egyik sem működött. És én azt mondom, hogy én egy lusta disznó vagyok, nem vagyok hajlandó menni 5 métert a következőig, mert csinálja meg nekem a BKK az a jegykezelő automatát, akkor mit mond erre az ellenőr? Hát azt hiszem, hogy éppen ezért hozták létre annak idején a BKK-t, hogy egy picit a szolgáltatás minőségén javítson, és ugye ez a különbség a BKV és a BKK között, hogy egyik az a szolgáltatás megrendelője, ez lenne a közlekedési központ. És mi pont azért vagyunk, hogy a BKV-t rávegyük arra, hogy biztosítsa azokat az eszközöket. Sajnos erre persze az a válasz, hogy muszáj, ha lusta az ember, akkor is menni még 5 métert, mert neki érvényes jeggyel vagy bérlettel kell rendelkezni az utazás során.
során, ha nem, akkor leszállíthatják és megbüntethetik, de azt hiszem, hogy mi pont azért vagyunk, és azt gondolom, hogy azért a szolgáltatás minősége az javult az elmúlt két évben. Igen, ez jó, mondjuk ugyanakkor azért, hogy belegondolunk, meg aki utazik reggelenként mondjuk autóbusszal, az tudhatja, hogy nem túl életszerű, hogy mondjuk a tömött buszon 5 métert még megpróbálsz. Elnézést, bocsánat! Jönnék, kezelni akarok. Csak szeretnék kezelni, bocs, na anyám, stb. Tehát, hogy azért ez nem annyira életszerű, de oké, megértjük. Végezetül egy gyors kérdés, egy gyors válasz, mikor láthatjuk majd végre majd üzemközben is azokat a kapukat, amiket hónapokon keresztül teszteltek a Ferenc körúti metró aluljáróban. Ez volt Veletlenikus Egyrendszernek pont az eleje, tehát minden ilyen metró állomáson 800 darab ilyen metrókapu kerül kihelyezésre. Egyébként pontosan ezért tart még másfél-két évig bevezetés ennek a jegyrendszernek. Tehát az egyébként pont egy tesztidőszak volt, ott akkor mutathatták be a vállalkozók, hogy nekik milyen rendszereik vannak. Tehát egy hasonlóval fogtok találkozni, és akkor ez 17 év vége. Jó, 2017 év vége, tehát 2 év is már ez jó. Is európai addig lesz. Összeszorítjuk a fogainkat és tűrünk. Köszönjük szépen, Pandi, hogy rendelkezésünkre álltál. Szűcs Pandival beszéltünk, a BKK kommunikációs igazgatójával. Ha van hír, akkor meg ha van kérdés, akkor keressük egymást, jó? Oké, várom. Köszönjük szépen. Szép napot. Szia. És most mit csinál az első értekezleti 9-ig bent szegény? Nem tudom, hát mit tudom, főz egy kávét, még hát egyet. Hát most miattunk bejött, ez nagyon kedves, nagyon rendes tőle. De ez akkor, akkor 2017, jó. Na, oké, majd 2017-től akkor csatlakozunk Európához. Másként lesz a világ. Ígértük nektek, hogy beszélni fogunk egy vadonatúj játékról, amit a mai napon indítunk el. Hamarosan jönnek a részletek, a következő fél órában ezt el fogjuk mondani. Lehet jelentkezni Óven bácsira és Beru nénire is, de még mielőtt a játék komoly részleteit elárulnánk nektek, néhány az ajándékok közül. Én ezt úgy csak egy csepegtetés, jó? Tehát így nem dobjuk el az egészet. Ülök most. És kapaszkodok, mondhatod. Jó? De miért, te nem tudod, nem ismered a játékot? De csak úgy csinálod, mint a nem ismered. Igazi profi, figyelj! LG 3D Smart LED TV plusz Xbox! Azt a mindenségét! Azt a mindenségét! Karácsony! Mondjak még egyet? Mondjál! Ez olvasó szemüveg rajtad? Nem, ez egy sima, nem látom. Családi wellness hétvége, 300 ezer forint értékben. Á, kutya! Na, figyelj, a legnagyobb ajándék. Na? Élelmiszervásárlási utalvány 200 ezer forint értékben. Zsülis megérdett, jó, kérlek, ez az adjad még. Isten hozott. Adjad még neki a tapsot, és még egy csomó ilyenünk van. Nagyon-nagyon komoly ajándékaink vannak, és hogy hogyan lehet erre nevezni, azt eláruljuk neki. Hát arról meg már nem is beszélünk, hogy gyakorlatilag most egy heteken keresztül szinte minden játékunkhoz kapcsolódik egy téli sporteszköznek a megnyerési lehetősége is. Így a most következő Óven bácsi és Beru nénihez is erre lehet jelentkezni. 0676450000, ez az SMS szám, jöhetnek a közlekedési információk is ugyanerre a számra. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2:03:48, szép napot mindenkinek, hűvös a reggel, vagy inkább hideg, ne kerteljünk, ne próbáljuk elmismásolni a minuszokat. Ezzel, hogy hűvöske, ez már a hideg. Ne kerteljünk, nagy a córesz. Nagy a córesz, gyerekek, oda csapott a télapó, vagy nem tudom, holleanyó. Holleanyó megrázta egyébként a dunyháját, mert a meccsekben is például, meg a Mátrában is van hóhamazás. Bizonyám, csak jelezném egyébként az érintetteknek, hogy egy 2014, bocsánat, május 8-a állókép van fent, az északi sípálya webkamerás állókép felirat alatt azon a honlapon, ahol én egyébként a kékestető.hu-ról van szó, ahol szoktam nézegetni, hogy mi a helyzet ezeken a bizonyos lejtőkön. Én mindig nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy néz ki a kékestető. Behavazva most állítólag van ott hó, sőt ma aztán még 5 centi várható is. Igen. Ahhoz, ami tegnap leesett. Azon az állóképen van hó, ami rögzült? Hát ha zöld a hó arra fele, akkor nem, igen. Nem hiszem. Jó, akkor valóban egy régi. Baleset a 17. kerületben a Pesti út és a Zsigmond utca kereszteződésénél, felborult egy pick-up. A tűzoltók és a rendőrök is kint vannak már, de még elég friss, lassítja a haladást. Jákob írt, a Gödöllőn a Köztársaság úton a Valkó felől érkezőknek mérik a sebességét, most állítják fel a háromlábút, ezt Petitől kaptuk. 31-es út Pest szélén terepjáró fejjel az árokban félpályás út zár.
Moson-Magyaróvár Bezenye felüli végén mérik a gyorshajtókat a púpos transporterből. Bandi voltam. Köszönjük szépen, Bandi. Az előző témákhoz kapcsolódóan beszéltünk egy-két hallgatónk, aki jelezte nekünk azt, hogy például egy londoni, illetve egy nagyváradi hallgatónk, hogy náluk már működnek azok a rendszerek, amik azért megkönnyítik nagyban az embereknek az utazását, illetve megvédik őket attól, hogy mondjuk ha egy rossz automatával találkoznak, ami azért dugult el, mert valaki éppen a ti lóvétokat akarja lenyelni, akkor is tudják használni mondjuk a tömegközlekedési eszközöket. Azt mondja, hogy Londonban van egy Oyster kártya nevű rendszer, aminek tényleg az a lényege, körülbelül beszéltünk a kedves hallgatónkkal, aki elmondta, hogy itt egy bankkártya méretű ilyen kis plastik lapról van szó, amire hónap elején feltöltesz egy kredit mennyiséget, ami gyakorlatilag, mit tudom én, egy BKV bérletnek megfelelő összegről van szó, és akkor szépen azt mindig így, amikor bemész a metróba, oda nyomod egy érzékelő, ez levonja róla azt a bizonyos összeget, ami az utazás körül, azt kész passz. Tök jó. Tehát, hogy halálosan egyszerű dologról van szó. A másik meg például a nagyvárai hallgatónk, akit megpróbáltam felhívni, de sajnos nem tudott velünk beszélni abban a pillanatban, ő pedig elmondta, illetve megírta nekünk SMS-ben, hogy ez az SMS alapú szolgáltatás náluk már működik. Tehát, hogy egy picit most megint így, nem az a baj, hogy London mögött kullogunk, hanem mondjuk, hogy Nagyvárad mögött is. Mm, hát valószínűleg nem, gyorsan összedobáltak valamit, lehet, hogy nem is olyan jó. Érted? Aha, ja. De mi a tökéletességre... Jó munkába az idő kell, ugye? Tökéletességre törekszünk, 2017 vége, meg lesz az, gyerekek, nézzük azt, hogy fejlesztenek és dolgoznak arra felé. Jó? Ja, legyünk, okay. Nézzük pozitívan a dolgot. Na, menj, kormány szóljon. Nem tervezem, köszönöm szépen, nem tervezem. No, az előbb már elárultam nektek, hogy egy új játékot indítunk, ez a mai naptól kezdődően él. Picit bonyolultnak tűnik az elején, de csak három egészen egyszerű dolognak kell megfelelni, vagy figyelni rá. Várjátok már a közepén. A végén. És hogyha ez megfelelsz neki, akkor viszont ezek az óriási ajándékok vannak, azért te is szépen jössz vele, ahogy én próbálok felhúzni ezt a játékot. Viszont az ajándékok azok tényleg hatalmasak, ugye már mondtam, hogy van egy ilyen Smart LED TV-nk, Xbox-al, játékokkal, 200.000 forintos élelmiszervásárlási utalvány, 100.000 forintos játékvásárlási utalvány. Ezek azért nem gyenge gyeremények. Van benne okostelefon, van benne még egy okostelefon, van benne egy tablet, van benne wellness hétvége, szóval nagyon sok minden van, és viszonylag egyszerű a dolog, hogyha az ember odafigyel. A játékosnak, aki szeretne részt venni a játékban, tehát mondom, már ma reggel 6-tól elindultunk, és egészen december 3-án 15 óráig megy a játék, rendelkeznie kell Mastercard vagy Maestro márkájú bankkártyával. Azt hiszem, én rendelkezem. Igen, de ha nem, akkor majd nyitsz egyet, ahogy ismerlek, tehát legyen. Magyarországi bank által kibocsátott Mastercard vagy Maestro márkájú bankkártyával. Vásárolnod kell a bankkártyával. Igen. Akár interneten. Ez életszerű. Az is jó. Vagy igen. Pedig boltban hagyományos módon fizetned kell a bankkártyáddal. Uh-huh. Ez elő fog fordulni december 3-áig, mert hogy jön a karácsony, mert hogy jön a Mikulás, meg egyébként az ember éli az életét, és a bankkártyás vásárlás az szerintem már tök normális és jól elfogadott dolog. Tehát vásárolsz vele személyesen vagy neten. Elteszed az igazoló blokkot, illetve a kártyás vásárlásból származó eredeti bizonylatot meg kell őrizned. És? Ezt el kell tenned. Majd azt az összeget, amit elköltöttél, tehát te vettél ma reggel nekünk szendvicset 2800 forintos bruttó értékben, kicsit sokat mondtam, már látom. Igen, mindegy. Igen. Ezt az összeget elküldöd a 0676450-as SMS számra. Uh-huh. Ennyi. Érted? Ennyi. Ennyi. Nem kell más csinálni. Ennyi. Na? Ugye, hogy nem bonyolult. Nem, tehát kell legyen még egyszer Mastercard, vagy Maestro kártyád, vásárolnod kell vele, és az összeget kell elküldened, amit elköltöttél, uh-huh. A 0677450000-as SMS számra a miénkre. Uh-huh. És mikor sorsolunk? December 4-én. December 4-én. December 3-án, 3 óráig. Nem, de december 4-én, igen. Igen, igen, mert ugye addig lehet küldeni délután 3-ig az elköltött összegeket, ezeket mi az összeset tárolni fogjuk egy ilyen nagyon nagy varázsdobozba, egy boxba, egy nem tudom miben, ezeket eltesszük, és december 4-én reggel fogunk majd sorsolni a Morning Show-ban, és minden egyes az előbb felsorolt óriási ajándéknak keresünk majd egy-egy gazdát. Zseniális. Azt nem tudom, hogy ehhez lesz-e sporteszköz. Na hát igen, mert hogy azért természetesen addig sem maradok nyeremények nélkül, hiszen garantált nyereményként addig is minden nap, ugye van nekünk három nagyszerű játékunk, nagyszerű és közkedvelt játékunk, ugye Fekete Fér, igen, nem az Owen bácsi is, Beronine, illetve a hármas ugrás, és ezekhez mindegyikhez jár majd egy-egy garantált nyeremény, egy téli sporteszköz formájában. Két talpú, ülhető, húzható, domboldalon pedig
csúszkálni lehet vele, ez a mi kis téli sporteszközünk. Azt gondolom, hogy lesz is, most már ugye van hó, de lesz még több is, és ezt a kiváló sporteszközt ki nagyon jól fogjátok tudni alkalmazni. Na, nem tudom, hogy ezekhez jár-e majd, de addig a napi játékokhoz mindenféleképpen adunk. Tehát december 3-a 15 óra Mastercard vagy Maestro bankkártya költés, ezt a pénzt pedig, amit elköltöttetek, az összeget el kell küldeni SMS-ben. Ennyi. Jó, és most pedig annak a kedves hallgatónak, aki elsőként csatlakozott ehhez az akcióhoz, úgy látom, hogy Vadon János, igen, nem, a mai nem, szendvics. Azt mondja, hogy 895-ös a végű a telefonszám, és 19.990 forint értékben küldött nekünk, mivel ő volt az első, kap tőlünk egy ajándékcsomagot. De rendes vagy, de ugye? Tényleg. Ugye? És ezt tudják a promóciós osztály? Nem tudják, majd még ezt meg kell magyaráznom. Egy hallgató kérdezi, hogy hol van ma a Balázs, egyetlen szóval tudunk válaszolni. Gyászol. Így van, így gyászol két dolgot. A kedvencét, a hétvégi kedvencét, illetve 20 ezer játékpénzt. Bizony, reméljük tudod pihenni. Valószínűleg államba sírta magát tegnap is. A kis szállodai kis döntő után. Szállodai kis pár lehet magához. Józsi, pedig ott voltam, veled voltam. Stefan Edberg mögött hat sorral. Megint egy kérdés, de ez most a játékhoz. Ha valaki a neten vásárol bankkártyával, az nem játszik. Nincs blokk, ugyebár. Uh-huh. De van blokk. Amikor megkapod ugyanis a vásárolt terméket, igen, akkor ott kell lenni számlán. Elviekben, igen, ott van, meg szerintem egyébként erre rá fogunk pontosan kérdezni, hogyha SMS szolgáltatásod van, és ilyen formában kapsz visszajelzést, akkor elviekben annak is azt is el kell fogadni. Így van. Mert így hogy van. Ha nem is papír alapú, de az egy elektronikus alapú számlának felel meg. Jó, tehát az SMS-t is elfogadjuk, hogyha van vásárlást igazoló SMS-et. A benzinkutas fizetés is érvényes? De jó, most már állítsátok le magatokat. Ne állítsák le, ez egy népszerű játék. Ebből látszik, hogy egyszer beszéltünk róla, érted, és megőrült a nép. Solya kérdezi, igen, a benzinkutas fizetés az is érvényes. Az is, így van. Ha online másik kérdés Zolitól, ha online sportfogadási oldalra befizetek kártyával, az vásárlásnak számít. Szerintem igen. Tehát te vásárolsz terméket, vagy szolgáltatást vásárolsz. Jó. Gyűjtsük össze majd a kérdéseket, jó? 1500 forint, és csak SMS-en van a vásárlásról. LS Pisti kérdezi a dolgot. Szerintem igen. Szerintem ez is érvényes. Most mi van? Ez fontos az embereknek. Ezek fontos kérdések, így van, és minden kérdésre meg is fogjuk tudni a választ holnap adni. De én már mondom ezeket most, látod? Na. Vagy például, hogy tudsz-e szerezni a Starman Star fináléjára jegyet? Ezt tőlem kérdezik. Ja, aha. Arra senki nem tud szerintem nem. Már vagy itt van egy nagyon fontos kérdés. Miért halad lépésben az M5 Pest felé? Köszönöm, Gabi. Na? Mert dugó van. Így van, köszönjük szépen. Pontatlan az info. Bankkártya alatt mit értünk? Betéti vagy hitelkártya? Esetleg mindkettő? Kérdezi a hallgató. Látod, hogy ez milyen népszerű és nagyszerű játék lesz? Látod, hogy már most imádják? Ha? Én azt szeretem egyébként, hogy csak így spontán módon derül ki ez a lezsor, hogy hülye vagyok, nem így, hogy falhoz állítanak mindenféle kérdésekkel, amikre nem tudok válaszolni, de holnap minden egyes kérdésre választunk adni, mert addig beszélünk szélsz. Óve bácsi és Beru néni jön most. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Jó reggelt kívánok, Erzsi, szia! Sziasztok! Na, hello! Szia. Mi van, rosszul ébredtél? Nem. Olyan picit olyan negatív. No, olyan kis morcos volt. Nem, vagy ilyen a hangom. Ja, az más. Honnan hívtál bennünket? Budapestről, 16. kerület. 16. kerület. Milyen a reggel? Napos. Jó idő van. Hol? De tényleg, itt nálunk is, csak ugye mi nem nagyon látunk ki, csak ilyen egycentis csíkokon, de valóban van egy kis napsütés. Hogy telt a hétvégén? Köszönöm szépen, jól ünnepeltük a születésnapomat, névnapomat. Jaj, de jó. Hát illetve nem tudom, hogy mennyire jó volt. Jó volt. Kaptál tortát? Kerekszám volt, igen. Milyen tortát kaptál? Látod, milyen a Jani Erzsé? Tehát az nem érdekel, hogy hány éves vagy, hogy kerekszám volt. Ja, mert igen. Hát lehet, hogy csak 20. Jubileumi tortát kaptam. Aha. Íze? Az 50-es. Íze? Ízre? Ízre? Hát ilyen gyümölcskrémes torta volt. Jól van, jól nagyon van. Finom volt. 50-es, mert jó, az szép az. Lehet, jó, bizony. Így is van.
És akkor egyszerre van a névnap, meg születésnap? Hát 4 nap különbséggel, igen, uh-huh. mert 15-e volt a szülinap, 19 a névnap. Igen, jó, leszoktak alibizni a családtagom? Igen. Persze, egy ajándékkal. Meghallgatjuk, igen. hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Jó. Jó. Felderítő repülésen vannak a Tatooine-on. Hogy a... Nézik a Balázst, hogy mit csinál. Hát lehet, hogy őt keresik, igen, és akkor jöjjön a kis muzsikánk. Mekkora hatalmas klasszikus. Istenem. Ezt az neked... a baj, hogy nem hallom. Mindjárt még egyszer megmutatjuk, mert annyira örültünk neki. Tessék. Oha. Ez se? Hát ha nézted volna annak idején, igen. akkor biztos, hogy ebből a két hangból már felismerted volna. Igen. Mit? Na ez az. Na ez az. Ez egy sorozat. Igen, ahogy mondani szokták, kultikus sorozat. Kultikus sorozat, nagyon-nagyon sokan szerették a törpét, meg a nem is tudom, ki volt még benne. Ki volt benne? Még egyszer? Egy törpe. Volt egy nagyon fura mozgású törpe is benne. Oha. Na mutassunk egy hosszabbat? Mutassunk egy hosszabbat. Jó, megmutatjuk a hosszabbat. Erre már rávágtad volna. Egy misztikus sorozat volt, na még ennyit segítünk, mert mondjuk hétfő van, meg jó szívek vagyunk. Misztikus sorozat és törpe volt, úristen. De az volt. Mi? Jó, nem, van, az, nem mindegy, ne legyél jófej, azt mondjam, Viki. Egyébként nem szoktál jófej lenni, most mi tarcos? Ja, ezt mondta, csak ne rövidebben. Így van, ne legyek álságos, igen, amikor igen, tehát nem kell itt azért, mert nincs itt a Balázs, most ne jársz, de jófej, de ezt mondtál, csak marha röviden. Ne! Hi? Erzsi, búcsúzunk nem akkor. Hát, sajnálom, köszönöm szépen a játékot. Nagyon sajnálom, mert egy születésnapnak. Hát igen, csak születésnapra, meg névnapra, de tudod, azt szoktuk mondani, ha most kivételt teszünk, akkor mindig kivételt kell tennünk. Igen, majd. Tettetek már kivételt, úgyhogy... Sajnálom. Hallottam már többet, hogy tettetek kivételt. Az nem én voltam, egész biztos. Én sem, hogy Balázs volt, Balázs volt, de ő már nincs. Igen, azt mindig a Balázs adja, tudod, csak ő ma pont nincs itt. Tudom, nem baj, én örültem, hogy játszottam veletek. Ez a Twin Peaks volt egyébként. Ó, és azt pont nem néztem. Ugye. Jó van, köszönjük, ne haragudj. Én sem, én a nők a pult mögöttel voltam ugyanígy. Úgy, igazad van, Jani. Bocsánat. Szevasz, szia, szép napot. Na, köszönjük. Jaj, hát a sporteszköz viszont megvan Erzsinek. Igen, amíg halasz minket Erzsi, akkor így van a sporteszköz, aminek a két párhuzamos talpa van, és lehet ráülni, és lehet vele lecsúszni a domboldalokon, az megvan. Így van. Azt kérdezik, hogy az internetes külföldi vásárlás játszik-e, mert lehet, hogy annak a számlája csak később érkezik majd meg, és akkor ezeket mind tisztázni fogjuk, és jövünk majd a részleteket, de előbb Ákos jön a hírekkel. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jó reggelt! 8:45 előtt Balázs ma szabadságon, holnap jön majd. Így van. Miután feldolgozta a hétvégi vereséget, meg tud bocsájtani magának, hogy miért egy ilyen, hát, hogy is mondja, másod vonalbéli teniszezőnek hát, szurkol, érted? Tényleg, pedig olyan jó érzék van egyébként az ilyen dolgokhoz, és akkor leteszi a voksát egy ilyen Niemann mellett. Egy ilyen senki, érted? Hát mióta nem nyert, ez természetesen komoly, igaz. Gyere, csak Balázs miatt beszélünk róla, de egyébként. M139-es kilométer, háromlábú a felüljárón. Csabi írta, a két autóit között az Egressy út és Vezér út kereszteződésében alakul a dugó. Perec, köszönjük szépen. M1 Hegyeshalom felé 140-es kilométer a felüljárón kamera, ezt pedig Balázs írta meg nekünk. Köszönjük, nagyon sok tipp érkezett arra, hogy hol is lehet Balázs. Egyesek szerint Smokkencsel és Ali Frazierrel reggel épp egy hétdekáson veszek. Igen, prémium társaságban. Jó, és értjük, és köszönjük nagyon szépen a teljesen jogos kérdéseket a játékunkkal kapcsolatban, ami egyébként Smart LED televíziót, Xbox játékokat, meg ilyeneket lehet nyerni, meg játékvásárlási úton, vagy 100 000 forint értékben, meg élelmiszer vásárlási 200 000 forint értékben, meg tablettet, ami 16 gigabájtos, meg lehet kártyafüggetlen okostelefont is nyerni, meg családi wellness hétvégét. Köszönjük a kérdéseket! Ez az! Köszönjük, nagyon szépen, nagyon jogosak, és mindegyikre válaszolni fogunk holnap. Jó? Postai csekk, de most már tényleg állítsák a magatokat.
kus legyen fel. A Mikulás szót, azt hozzá kell tenni a játékhoz. Ha össze fogjuk írni az összeset. Vás, tehát igen, a mai igen, igen, és teljesen kellett. Jogos az a kérdés Küldened. Is. Ha Mozambikban vásárolsz egy webshopban egy olyan táskártyával, aminek az érvényességi ideje másnap leáll, és valószínűleg bankot is váltasz utána, de még nem biztos. Igen, ez is jogos kérdés, és erre is válaszolni fogunk holnap. A céges bankkártya is érvényes. Az is, persze. Az hát a kérdés is teljesen jogos, és holnap arra is válaszolni fogunk. Az összes kérdést össze fogjuk írni. Át fogjuk nyújtani 10 órakor egy promóciós osztályunknak, és ők válaszolni fognak nekünk ezekre a kérdésekre írásban. Nem hallgatjuk végig, írásban. És holnap minden kérdésre válaszolunk, de addig is nyugodtan küldjétek el nekünk, legyetek kedvesek a 0676450000-as számra annak a vásárlásnak az összegét, amit egy Mastercard vagy egy Maestro márkájú bankkártyával bonyolítottatok le a mai naptól kezdve. Egészen de a, december 3-áig. De hogy a vásárlás, az mondjuk lehet tegnapi? Nem nyilatkozom. Ma kell küldjék. Mától kell vásárolni, és akkor mától kell küldeni. Jó, de az összeg az gyakorlatilag mindegy. No, tényleg nagyon sok kérdés jött, ezeket mind szépen meg fogjuk kérdezni, és hogyha ez megtörtént, akkor pedig elmondjuk majd holnap adásban, jó? De szerintem küldözgessétek csak a kis pénzét. Hajrá, küldjétek. Igen, és hogyha valaki úgy szeretne mondjuk a játékban részt venni, hogy neki nincsen, Maestro vagy Mastercard típusú kártya, nekem pedig van, akkor természetesen majd én is elteszem a blokkokat, és akkor majd jelezzétek, hogy akkor kinek a nevébe játszunk, jó? És majd később fizessétek ki nekem azt a szendvicset, amit a ti nevetekben vásároltam. Kicsit felhúztad magad ezen a játékon. Ez nekem tetszik, de nagyon jó, tényleg jó a játék. Úgyis mindenki vásárol, jön a karácsony, jön a Mikulás. Most már vasárnap is lehet az év utolsó 4 vasárnapján, vagy egyet kivéve ugye vásárolni. Mindenki erre tartogatta magát, hogy most költse el a sok pénzt, milliárdokat fog a magyar nép költeni karácsonyi ajándékra és bevásárlásra, ahogy ezt a hírekben hallottuk, úgyhogy lesz bőven majd elküldhető összegetek. Jó? De jövünk még egy csomó olyan fontos információval, ami ez fontos lehet. Mi van? Garantált és sporteszköz minden játékhoz minden nap. Örömlánynál fizetek, az is jó? Hát, hogyha számlás, akkor mindenképpen. Hát figyelj, ha van nála a kártya leolvasó. De nem egyébként akár lehet. Akkor mehet. Akár lehet. Az milyen lenne, előkapja, és na jó, hagyjuk ezt a vonalat. Jó, úgyhogy a játék részleteivel fogunk még jönni. Most egy picikét komolyabb, nagyon sokkal komolyabb témával foglalkozunk, mint ez az előző néhány perc volt. A hírekben is már hallhattatok róla, meg aki egy kicsit nyitott a világ történetnéseire, már pedig mostanában illik rá nyitottnak lenni, az hallhatta, hogy Brüsszelben ugye gyakorlatilag háborús állapotok vannak. Egészen elképesztő. Az ember nézi a híradót, meg hallgatja a híreket, többek közt nálunk Ákos is ugye vázolta azokat a körülményeket, ahogy most a brüsszeliek élnek, akkor hogyha ha tényleg ezt a tévében látnánk, és mondjuk valami filmes csatorna, akkor azt gondolnak, hogy ez valami akciófilm, hogy tényleg, ja. Hogy ilyen a valóságban, és főleg Európa szívében nem történhet meg. De igen, ez sajnos a valóság. Az a valóság, hogy van egy óriási város, ahol rengeteg ember él, és ebben a városban gyakorlatilag megállt az élet, az utcán páncélozott szállító járművek, meg harcjárművek közlekednek oda-vissza, minden tele van kommandósokkal, katonákkal, rendőrökkel, embert nem lehet látni az utcán, hogy szünetel a tanítás, hogy nincsen karácsonyi vásár, hogy nem nyitnak ki az áruházak, egészen durva. Komoly, az összes nagy rendezvényt lemondták, a kicsiken is mindenki gondolkodik, hogy merjen-e menni, ne merjen menni, tényleg páncélozott járművek vannak az utakon. Helikopterek hát köröznek a város felett. Igen. Ezt nem is érted, hogy kilépsz, sehol senki, egy lüktető nagy város egyébként. Brüsszelin voltam már nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, és már akkor imádtam a dolgot. Rengeteg téliesített teraszuk van, mindenki kint ül ilyenkor is esténként. Óriási élet van kint a városban, és most gyakorlatilag teljesen kihalt utcák, és tényleg ez van, hogy katonai járőrözés folyik. Helikopter, tehát kilépsz, és ezt az a jellegzetes ilyen rotor hang, amitől szerintem már így önmagában is így azonnal oda nézel, de ha tudod a hátterét, hogy miért történik mindez, akkor pedig szörnyű. Ugye tudjuk az eseményeket a francia-párizsi terrortámadás után, az értelmi szerzőt nem sikerült elkapni, és úgy indult a dolog, hogy ő valószínűleg itt Brüsszelben bujkál, az ő elő
kerítésére indult meg egy kvázi hadművelet. Aztán kiderült, hogy nem csak erről van szó, hanem hogy egyéb fenyegetettség is van Brüsszellel kapcsolatosan, hogy a következő célpont lehet Brüsszel, nyilván mindent megpróbálnak megtenni, hogy ez ne történjen meg ott kint. Igen. És erre indították el ezt a gyakorlatilag hadműveletet. Hát 16 ember tartóztattak le a hétvégén, egy tegnapi razziában is, hát nem csak, hogy arra utaló jelek vannak, vagy voltak, hogy hasonló robbantássorozatra készültek, mint ami sajnos Párizsban is bekövetkezett, hanem, hogy egészen konkrétan találtak például egy autót, tele fegyverekkel, robbanóanyaggal, stb. És hát ezek nagyon-nagyon durva események, és tényleg ez már nem az a kategória, hogy arra számított, hogy meg arra gyanakodtak, hogy biztonsági okokból kiürített. Nem. Itt egészen konkrét nyomok utaltak arra, hogy igenis itt robbantani fognak. Igen, mint ahogy lesz. Bebizonyosodott már az is, hogy egyébként Hannoverben is másfél órával előzték meg a biztonsági szolgálatok a terroristákat, mert egyébként ott is bombamerényletre készültek a terroristák. És talán a legfontosabb olyan gondolat, ami ezzel kapcsolatosan megfogalmazódik, hogy most már test közelben van, és erről beszéltünk pont a párizsi események után, hogy ugye hallottad a világ más tájéről érkező ugyanilyen, vagy talán még szörnyűbb eseményeket is, és az ember sajnos ennyire gyarló, hogy ami mondjuk más konténeresen van, az nem fog meg. Egész egyszerűen ezt egy kicsit így azt mondod, hogy hát igen, Istenem, ilyen a világ. De hogy ez most már itt van tőlünk 1800 kilométerre, és azt mondjuk, hogy ez gyerekek annyira bennünket érint, hogy az most már tényleg húsba vág. Ráadásul egy olyan állam, egy olyan ország, egy olyan főváros, illetve több olyan főváros, amit mindenki, Párizs a szerelem jelképének tartotta mindenki, hogy a csoda város a maga az egyik ilyen a nagy európai városok közül. És azt gondoltad, hogy érinthetetlen a dolog. Hát nem az. Nem. Ugyanúgy, ahogy Brüsszel sem az nyilván, és van egy tényleg egy csodálatosan élhető európai város, ami most egy kihalt semmi lett. Egy másodperc alatt. Szörnyű, és az ember tényleg szorongva várja azt a pillanatot, ami reméljük nem fog bekövetkezni, hogy a biztonsági szolgálatoknak nem sikerül időben akcióba lépniük, vagy nem sikerül megelőzni ezeket a bűnözőket, és tényleg megint bekövetkezik valami tragédia. Tényleg, az ember csak bízni tud abban meg imádkozni, hogy még egyszer ne forduljon elő ugyanaz, ami Párizsban előfordult, de... És azért érdekes, mert van például egy kollégánk, elárulhatjuk, ugye Zsül, hogy te mentél volna, most már el is árultam, Zsül a hétvégén akart menni, már hosszú ideje tervezgetik a kedvesével, kimennek, megnézik, van fapados légitársaság, olcsó meg lehet úszni, szépen kimennek piacokra, terekre, megnézik, színház, mozi, koncertterem, kiállítás, és Zsül azt mondta, hogy figyelj, nem megyünk. Gondolom, hogy az események, hát, a hétvégi események voltak az okai ennek a dolognak, tehát egy csomóan visszamondják ezt. Teljesen jogosan, és azt gondolom egyébként, hogy ennek rengeteg ország látja a kárát ennek a helyzetnek. Nagyon sok olyan ország van, Európában és Európán kívül is, ahol szintén voltak merényletek az elmúlt időszakokban, ahol az egész ország megérzi pontosan azért, mert nem mennek oda turisták, nem költenek pénzt, mert félnek okkal, joggal, ok nélkül, stb., de mégsem fognak menni. És az embereknek szépen lassan a hétköznapi civil életébe beköltözik a terror, a rettegés, vagy a terrortól való félelem. Igen, múlt héten volt a Slash koncert, ott álltunk Somával és a BK-val, és azon gondolkodtam, hogy ha én most terrorista lennék, és Budapest lenne a célpont, hála Istennek egyelőre úgy tűnik nem vagyunk rajta a térképen, akkor mondjuk én itt. Tudod? És azt mondom, hogy basszus, nehogy már rettegén keljem azért, hogy a gyerekemmel vagyok valahol, vagy én magam vagyok valahol egy koncerten. Úgyhogy nagyon-nagyon bonyolult a dolog. Az utazási szokások átírása az még hagyjál, mert maximum mi akkor nem megyünk ki Brüsszelbe, de mi van azzal, aki ott él? Ugye ez a nagy kérdés, és van olyan magyar, aki ott él. Itt is van velünk a vonalban Látó Judit. Jó reggelt, Judit, szia! Sziasztok! Kicsit pontosítok, Szalainé Látó Judit vagyok, hogy a férjem... Szalai urat nem akartuk megbántani ezzel. Szalai úr, elnézést! Jó reggelt! Szia, jó reggelt! Tehát, hogyha hallottad a felvezetésünket, meg nyilván is olvastad azt, amit mondjuk a magyar sajtó a brüsszeli helyzetről írt, akkor van róla egy véleményed, hiszen mindenképpen test közelből látod ezeket a dolgokat. Ennyire nyomasztó a helyzet, mint ahogy mi lefestettük, vagy ahogy a magyar sajtó lefesti?
Hát az a helyzet, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy milyen irányból közelítsem meg ezt nektek, illetve a hallgatóknak, de nem tudom, de igen, nyomasztó. Nyomasztó, mi már két napja, igazából ez a harmadik, nem mozdulunk ki a lakásból, és szerencsére mi a külvárosban lakunk, ez egy ilyen 4 kilométerre van a Grand Place-tól körülbelül, és azért mi is hallunk szirénákat, tegnap este láttuk a helikoptereket, 6. emeleten lakunk, és ezért több rendőrhelikoptert is láttunk. Egyelőre az a helyzet, azt lehet tudni, amit azt tudjuk mi is, amit ti is tudtok, illetve a hallgatók is, és az a rossz hír, hogy többet nem fogunk tudni, mert most már teljes hírzárlatot rendeltek el. Iskola ma nincs, ennek a lányok azért, két kislányunk van, annyira nem örültek. És itt kapcsolódnék, amit Feri, te mondtál, hogy az ember a gyerekeit félti, szóval nyilván felnőtt fejjel ezt másként éljük meg. Nagyon sokat beszélgetünk itthon a férjemmel is, és a gyerekeket azért nyilván féltjük. Ma nincs iskola, ez nagyon jó, hogy ezt a döntést meghozták. Egyébként ez tegnap este 7:30-kor kaptunk az iskolától egy e-mailt, és egyébként itt kell elmondanom, hogy a gyerekek az európai iskolába járnak, és egy hete folyamatosan kommunikál velünk az iskola e-mailben, és ez nagyon jó. És ti mit mondtok a gyerekeknek? Ne haragudj. Ti mit mondtok a gyerekeknek, hogy van néhány gonosz? Mekkorák a gyerekek? Hány évesek? Hát a Laura 10 éves, a Dorka pedig 7 éves. A 7 éves gyereknek mit mondasz, hogy van néhány gonosz, hát, csúnya bácsi? Most az a helyzet, hogy a 7 évesnek nem mondunk semmit, mert ő nagyon megijedne. Hallja nyilván, amit itt beszélgetünk itthon, és az iskolában is beszéltek múlt héten hétfőn a gyerekekkel, tehát főleg a nagyobbik, a Laura mesélte, hogy voltak megemlékezések, illetve a francia órán le kellett rajzolniuk, hogy ők mit hallottak, és mit gondolnak, hogy mi történhetett Párizsban, és ez nagyon jó volt egyébként, mert pont aznap reggel kérdezgetett a terroristákról az iskolába menet, hogy most ők ezt miért csinálják, tehát nem értette, és nyilván ez hogy mond el egy gyereknek úgy, hogy ne féljen, és de azért tisztában legyen a veszélyekkel. És ugye arról nem beszélve, hogy a mi időnkben, hát én is 38 éves leszek, tehát a mi időnkben az én anyukám még arról beszélt, hogy a cukros bácsikkal ne álljak szóba, de a gyerekemnek mit mondjak? Igen, hogyha lőnek, nem akarunk feküdni. Vagy, igen, vagy búj egy fémtárgy mögé, vagy mit mondasz? Igen. Vagy mit mondasz neki, igen, hogyha egy csadoros nő jön, akkor attól most meg kell ijedni? Vagy nem kell megijedni? Hát. Úristen, érted? Tehát, hogy ez megint egy megkülönböztetés. Nektek van kint mondjuk muszlim ismerősötök? Hát úgy közvetlen nincs, illetve úgy van, hogy a ház, ahol mi élünk, ott a konciérznek hívják, tehát aki ilyen házfelügyelő a földszinten lakik, és képzeljétek el, őt Száidnak hívják, tehát a neve az nyilván mutatja, hogy de az a helyzet, hogy ő nagyon kedves, és képzeljétek el, hogy múlt hét hétfőre mind a két háznak a bejárati ajtajára sírófejet rajzolt, és a Pray for Perry feliratot, illetve az ő ajtaján ott volt, hogy ő külön a családjával imádkozik Párizsért, tehát hogy ez így. Azt halljuk egyébként, meg mi is tudjuk, hogy ezért nem szabad mindenkit összemosni, csak az alapján, hogy milyen származású, tehát hogy itt ezek a szélsőségesek, ezek nem reprezentálják a külföldön érő, mondjuk egy második, harmadik generációs bevándorlókat, vagy adott esetben a friss bevándorlókat sem, de ti érzitek magatokon, vagy a barátaitokon azt, hogy mondjuk megváltozott a viszonyatok hozzájuk? Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert hogyha azt mondanám, hogy nem, akkor hazudnék, de én azt gondolom, hogy most már több mint egy hete folyamatosan azon dolgozunk itthon is, meg nyilván mindenki saját magának a fejében, hogy azért ez ne legyen így. Azt tudom, mert ismerősünk mondta, hogy találkozott muszlim nőkkel, és ők is nagyon, tehát őket is nagyon nehezen, és őket is nagyon mélyen érintette ez a dolog, mert hát szóval nem azért, aki ezt elkövette, meg az elkövetők, hogy szerencsére nem. Igen, nem is mindenki köze, de látod, milyen gyarló az ember, hogy te is ismered a házfelügyelőt, akkor ő nem az, tehát ő nem terrorista, a hívják is akár, hogy ő egy rendes ember. Mész az utcán, igen, és látsz valakit, akiről vélelmezett, hogy mondjuk szír, volt az édesapja, vagy a nagyapja is letelepedett, akkor már benned van a gyanú. Te mondtad jól, hogy nyilván nem akarod ezt mondani, de hát a fene egye meg, ezt hozta a helyzet. Hát
ugye meg. Ugye? És tudjátok, az igen. a nehéz, hogy ma itthon vagyunk, és most, hogy a gyerekek is azért ne érezzék, mert hát tudják, hogy miért vagyunk itthon, de ma átjönnek a közelben lakó barátaink, úgyhogy ma ilyen gyerekbuli lesz, de holnap mi lesz, és holnap után hogy viszem a gyerekem az iskolába, úgyhogy hogy fiúk, azért pénteken is mentem a gyerekekért az iskolába, ott vártam őket az iskolakapuba, és néztem az autókat, és néztem a szembe jövő embereket, és ez azért nem jó. De félni nem fogunk, és nem is akarunk. Azt, hogy ez majd idővel hogy rendeződik, ez nyilván majd. Milyen volt egyébként? Feri így vázolta egy picit, hogy ugye tényleg egy ilyen színes, lüktető nagyvárosnak a képét vázolta fel, de tényleg hogy képzeljük el Brüsszelt egyébként a nyugodt, civil, békés hétköznapokban? Hát, mi nagyon szeretünk itt élni. Mi augusztusban költöztünk ki, és a férjem munkája miatt, tehát mi a gyerekek miatt is jöttünk, hogy nagyon jó iskolába járhatnak, és megismerik azt a multikulturális környezetet, ami Brüsszel jelent. Egy fantasztikusan nyugodt, de ugyanakkor lüktető város, ahol jó sétálni. Én nagyon élveztem, és a gyerekek is, hogy tényleg itt az elfogadás érezhető. Hétvégén a parkokban az emberek piknikeznek, mi egy erdő mellett, egy park mellett lakunk, és oda kimegyünk, és akkor ott rollerezünk. Szóval olyan mindenki úgy együtt van, és mindenki békében van. Most nyilván ez azért megváltozott egy hete, de én azt gondolom, és azt látom, hogy azért meg ahogy beszélek itt az itteni magyarokkal is, a barátainkkal, hogy mindenki azért úgy erőlteti, hogy ez így menjen tovább, és hogy gyorsan túllendüljünk ezen, amennyire lehet. Azt mondtad, hogy hírzárlat van, és ha én jól tudom, akkor például az ottani újságírókat is felszólították, hogy ne is posztoljanak most a különböző közösségi oldalakon, ne használják. Ezt miért csinálják? Ez mire jó? A hírzárlat. Hát mert akkor te, aki ott élsz, egy picit így azt gondoltad, hogy már az se jár nekem, hogy tudjam, hogy mi zajlik a városomban? Hát nézzétek, az a helyzet, hogy én ezt egy kicsit más szemmel nézem, mert ugye nagyon sok katasztrófa turista is volt, meg a turisták jöttek, mentek ott az utcákon, ahogy a tévében láttuk. Nyilván én azt gondolom, hogy ha azt kérik, hogy maradjunk itthon, akkor annak oka van, és segítsük a rendőrség és a hatóságok munkáját. Szerintem ez jó dolog. Ami tudni kell, azt úgy is tudni fogjuk. Nekünk a legfontosabb az, hogy például holnap hogy lesz, és hányas fokozat lesz, ez délután fog kiderülni, hogy kell vinni a gyerekeket iskolába, vagy nem kell vinni a gyerekeket iskolába, szóval nem biztos, hogy én egy picit így a hatóságok mellé állok, nem picit, hanem nagyon. Nem csak az újságokat, meg az újságírókat, hanem a magánembereket is kérték, akik ott élnek és ott laknak, hogy ne posztoljanak képeket és semmi információt, mert tegnap már tényleg egy őrület volt estére, tehát mindenféle hírek, hány elfogás, hol történt, milyen busztal, hol állták el az utcákat, szóval tényleg már egy ilyen káosz kezdett kialakulni, ahogy láttuk. Nagyon, nagyon komoly. Arra vonatkozólag kaptatok valamiféle utasítást, vagy van egy ilyen leírás, ami körbe ment, hogy mit kell tenni, ha mégiscsak történik valami? Vagy hát attól függ, hogy mire gondolsz, igazán nem. Terror támadás hát esetén ne jöjjön elő, bújjon, nem tudom mihez, vagy valami. Zárkózzon be. Tárcsázza ezt a számot, meg azt a számot. Nyilván igen, illetve olyan a helyi lakosok, sajnos mi nem beszélünk még franciául, tehát így a magyarokkal online tartjuk a kapcsolatot, akik itt laknak régóta azokkal is, de egyébként az a helyzet, hogy ez a helyzet mindenkinek új. Tehát az, hogy négyes szint van, és igazán most hát nyilván, amit mondanak a hatóságok, maradjunk itthon, aki teheti, mi itthon vagyunk, ennél többet nem tehetünk. De az tényleg, hogy holnap hogy lesz és mi lesz, és a gyerekeket hogy viszem majd az iskolába, nyilván bátran, mert azt el kell mondani, hogy az európai iskolában például mindig magas szintű a készültség, és ott vannak a biztonsági őrök. Hát csak addig, ugye el is kell jutnod odáig. Nem merült fel bennetek, hogy... közel lakunk. Nem merült fel bennetek, hogy hazajöttök, hazaköltöztök? Hát ez jó kérdés. Amikor a Párizs megtörtént, akkor a férjem azt mondta, hogy ha én úgy érzem, hogy menjünk, akkor megérti, de hirtelen bennem így átfordult ez az egész, és még jobban elkezdtem szeretni Brüsszelt.
és ezt a 5 hónapot vagy 4 hónapot, amióta itt élünk, mert tudjátok, a gyerekeken látom a változást, hogy amit kaptak már ennyi idő alatt is az iskolában, a tanároktól, a környezettől, hogy ők különböző nemzetiségű gyerekekkel járnak együtt, és sokkal elfogadóbbak, nyitottak, tehát nem fogunk hazamenni, mert nem félünk. Meg ugye ott abban a pillanatban megint az merül föl, hogy amiért a terroristák csinálták az egészet, hogy a félelembe költözzön. Tehát abban a pillanatban, hogy te hazajössz, hát elérte a célját. Nem tudom, hogy én maradnék-e, teszem hozzá, mielőtt most bárki itt SMS-ben majd azt mondja, hogy könnyen dumálsz innen Budapestről Juditnak. Tehát nem tudom, hogy én mit csinálnék, ha ott vagyok, de az biztos, hogy az, amit most te mondasz, hogy igenis itt kell maradni, mert nem lehet ettől megijedni, az pontosan arról szól, hogy te ezzel tudsz harcolni talán a terroristák ellen. Igen, de most azért azt gyorsan hozzáteszem, hogy nyilván van az a pont, amikor azt mondja az ember, hogy a leggyorsabb úton, módon hazamenni, de nem hiszem, hogy ez a pont eljön. Tehát nem nyugtató látni a hatóságok munkáját, hogy tényleg elfogások vannak. Hát reméljük, hogy meg lesz az is, akit valójában nagyon-nagyon keresnek, hogy ne a tű a szénak az a dolog legyen. De nem, én azt gondolom, hogy élni kell tovább, és betartani a szabályokat, és aztán, hogy ki hogy rendezi ezt magában a félelmét, hogy tudja legyűrni a hétköznapokban, hát nagyon sokat kell erről beszélgetni. Sokat, de hát mi nagyon szurkolunk nektek meg, tényleg azt mondom, hogy magunknak is egész Európának szurkolunk, hogy eltűnjünk a híradóinkból ezek a fotók, ezek a képek, ezek a képsorok, mert tényleg, amikor az ember így bekapcsolja a tévét, és azt látja, hogy így szinte így beugranak az évtizedekkel ezelőtti fotók, meg képek, képsorok mondjuk Belfastról, amikor évtizedekkel ezelőtt tombolt ugye az IRA terrorja, és az ember erre azt lát, és olyan távolinak tűnt, és most meg ugyanezt látjuk színesben. Hát most már jobban jönnek ugye a fotók. Már ráadásul. Azonnal látsz mindent, minden elérhető, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Hát nézzétek, mindenképpen izgalmas hétköznapok állnak előttünk, és még izgalmasabbak vannak mögöttünk. Hát nagyon jól esik egyébként nekünk, akik itt élünk otthonról, az aggódás, meg a támogatás, tehát tényleg folyamatosan csörögnek a telefonok, jönnek az üzenetek, tehát ez mindenképpen jól esik. Egyébként, ha megengeditek, innen üzenném a Nagyinak, aki ma érkezik, hogy ne féljen, mert várjuk minden rendben a reptereken. Tegnapi információ szerint semmi rendkívüli nincs, csak tudjátok az a helyzet, hogy egyébként, hogy itt tényleg percről percre változtak a helyzet ebben a négyes De jó fej a Nagyi, hogy vállalta így is, hogy meg. Jaj, nagyon, igen, nagyon várjuk. Édes. Gyere, Nagyi. Nagyi, tessék menni. Judit, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szalai urat is csókoltatjuk, hasznos munkát kívánunk, bármit is csinál a gyerekeknek, puszi, és köszönjük, hogy egyrészt, hogy beszámoltál, még ha nem is örülünk nyilván mindennek, mint ahogy te sem, de az nagyszerű, ahogy te gondolkodsz erről, hogy ott kell maradni, amíg csak lehet, mert ez a mi fegyverünk. Bármikor hívhatok, tehát tényleg. Köszönjük szépen. Szépen, picit azt vártuk, hogy bármikor mehetünk a Janival, de minden. Kis szabában van, kékkel pingel. Halkan meghúzódunk valahol, és kimegyünk majd a karácsonyi vásárba. Köszönjük! Feri tudja receptet cserélni a nagymamával, én meg kimegyek játszatér a gyerekekkel. Lenikókázom. Krumplis tésztát főzök egyébként. De jó, hát akkor így van. Balázs jönni akart volna, most mondta volna vissza krumplis tésztát. Judit, köszönjük szépen. Öröm volt hallani, hogy ilyen jó kedvem van ettől függetlenül. Köszönjük, szia! Sziasztok, hello! Szalainé látó Judit Brüsszelből. Nagyon komoly, de nagyon örülök, hogy ő ennyire pozitív. Igen. És remélem, hogy a többi brüsszeli is ilyen, nem tudom, még egyszer mondom, hogy én mit csinálnék ilyen helyzetben. Ne szokják meg ezt a helyzetet, meg tényleg nem ilyen izgalmakra vágyik az ember a hétköznapokban. Egy kis képzeld el, amikor elmegy a férjed, feleséged otthonról dolgozni, és mondjuk rácsörök Szalainére, hogy küldesz egy SMS-t, és nem jön egy perc, két perc, igen. Öt perc, csak lehet, válasz, hogy valahova vécére és kint hagyta az íróasztalán a telefonja. Kemény. 5 perc múlt el, 8:30, Ákos jön a friss hírekkel. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Ne haragudjatok, most nem tudunk beszélni. Jani talált egy újságot, amiben... Na mi van? Kabir Bedi van az egyik újságban. Nem Kabir Bedi, hanem Rákóczi Feri, Rákóczi Bedi van az egyik újságban. Azt fedeztük fel, kedves hallgatók, nézegetek az egyik ilyen képes bulvárlapot, és van benne egy nagyon jó kis fotószállítás, egykor nagyon-nagyon népszerű, és amúgy Indiában mind a mai napig szupersztárként kezelte férfi színészről, akit még csak Malai Tigrisként ismertünk meg. Annak idején nem is tudom, már 80-as években, vagy nem is tudom, mikor ment a sorozatnál, kb. Az. És hát Kabir Bedi gyakorlatilag, én most nem tudom, hogy Kabir Bedi Rákóczi
Rákóczi Ferisedett el, vagy pedig a Feri Kabir Benisedett el, de hogy a csávó egy az egybe Feri. Figyeljetek, azért nem tudtunk megszólalni, mert a Viki és a Jani próbálták ezt az újságot olyan távolságba tartani, hogy Kabir Bedi feje akkor legyen, mint az enyém, és összefotózzák, és a következőt hallattad volna a zenék alatt. Na, Feli, még balra a fejed, ne, ilyen kicsit hülyében vigyorogjál, jó, egy kicsit előre, oké, akkor most ez megvan. Na figyelj, figyelj, beszarás, ez pont úgy néz, ez nem igaz, Kabir. Figyelj, nekem nagyon tetszik egyébként ezt, hogy, hogy neked van egy ilyen kettős életed, és ez a fedősztor is nagyon jó, hogy mit tudom én, a sörsön játszol a izékkel, éppen ahogy hívják a garamiékkal, de hogy valójában te India és Magyarország között ingázol, mert van egy másik családod, és egyébként gratulálok az ízlésedhez, mert a másik nejed, és a másik család is nagyon, főleg a nagylány, de hogy a feleséged egész jó. Igen, jó bőr. Aha, jó bőrt választottam. Sőt. Kész van, Viki, fölteszed a Facebookra? Köszönjük szépen. Nézzétek. Jézusom, tényleg? Hát én egy kicsit jobb képű vagyok. Hát igen, igen, lehet mondani. Figyelj, a csávó annyira szét van botoxolva, hogy az valami embertelen. Tudod, mivel? Szerintem nem. De szerintem, nézd már meg. Nézzétek meg, 10 pontot. De hogy is nem, ez szépen öregedett. Vagy hogyha a csávó szét van botoxolva, akkor te is. Akkor én is botoxolok? Nem. Na jó, döntsétek el, ki botoxol, ki nem. Én nem látom ennyire a hasonlóságot, de hiszek nektek. Akkor Kabir Feri vagyok? Vagy Rákóczi Bedi. A 37-esen Felső Zsolca után az ipari park kereszteződésében túl a Horgásztó környékén Fekete Oktáviából mérik a Szerencs felé haladokat óvatosan. Üdv Totti, nagyon szép leírása az eseménynek. M1-esen Győr felé a 87-es kilométernél a felüljárón trafi, tessék mosolyogni. Pampalini írta nekünk, Eger és Kerecsent között két baleset is van, haladni lehet, de csak óvatosan. Jákótól kaptuk, M7-es Budapest felé 132-es kilométernél trafi. Roli írta, Eger Kerecsend, igen, ezt olvastam, hármas karamból van, M1-es autópálya 86-os kilométernél gyorshajtókat mérik, egri balesetet írták még, frontális baleset Gödöllő és Isaszeg között, üdv István, köszönjük szépen, nagyon sokan írtatok nekünk, balesetről ugye panaszkodtunk, vagy nem panaszkodtunk, csak szóvá tettük, hogy kevés a baleset, nem kellett volna. Igen, nem azért beszéltük róla, egyébként most már lehet a héttől kezdve azért érdemes odafigyelni mindenképpen az útviszonyokra, mert hogy tartósan 7 fok alatt lesz a hőmérséklet, sok helyen lehet majd számítani reggelenként felfagyott úttestre meg hasonlókra, úgyhogy a téli gumit mindenképpen rakassátok fel. Ha tud mondani időpontot, igen, majd a mester. Hát valamikor, januárban, akkor már biztos lesz. Az elmúlt fél órában egy Brüsszelben élő hallgatónkat hívtuk föl, aki elmesélte, hogy mi ott most a helyzet. Látó Juditról van szó, és nagyon-nagyon plasztikusan, Szalai úrtól megint nagyon plasztikusan mesélt el, és jött rá néhány SMS, itt van például egy: jó reggelt, hallgatlak titeket, és elgondolkodtam, hogy merjek-e menni vasárnap Pestre fesztiválra. Mit gondoltok erről? 8 hónapos kisfiammal mennék Pest érintett, lehet a terror miatt, szép napot nektek. Szerintem gyere. Persze. Szerintem gyere. Egyrészt ugye állítólagosan nem vagyunk fel a térképen. Másrészt meg az a legrosszabb, amit tehet az ember, hogy akkor most bezárkózik, és nem indul meg. Tehát egy budapesti kirándulást ettől elhalasztani szerintem nem kell. Ilyen hülyén hangzik ilyet mondani, de ilyenkor örülhetünk neki, hogy kispont vagyunk. Így van. A bécsi vásárt is megfenyegették állítólag. Na, az már egy picit neccesebb, mert oda azért rengeteg a magyar jár ki, tehát hogy ott azért valamilyen szinten érintve legyünk, de reméljük, hogy csak ez bluff. Vagy lehet, hogy, vagy reméljük, hogy ez csak egy pszichológiai hadviselésnek egy eszköze. Tehát, hogy szerintem ők most mindenkit befenyegetnek meg, mindenhova küldözgetnek üzeneteket, de reméljük, hogy ezeknek tényleg nagyobb füstű, mint a lángja. A párizsi merényletekkor lett volna néhány koncert, ezeket akkor ugye érthető okok miatt elhalasztották. A U2 december 5-ére és 6-ára módosította a párizsi eseményeket, és azt írták ki, vagy az elhalasztott koncertet, hogy azt írták ki, hogy nem hajolnak meg a terroristák előtt, tehát mennek Párizsba. Igen, ez jól hangzik minden esetre, de hát sajnos ezzel a dologgal úgy tűnünk, együtt kell már élnünk. Így van, nem tudom, hogy mi a jó megoldás, de szerintem az, hogy nem jössz most Budapestre például egy karácsonyi vásárba, vagy egy eseményre, azt szerintem butaság, tehát nyugodtan lehet jönni, mint ahogy nyugodtan lehet jelentkezni a hármas ugrásra, megmutatjuk a beugrót. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Én egész jó találati alányjal vagyok, egy 3. Aha. Egy 3-as mondok, de meghallgatjuk még fizet. Egyszer.
Jó, hogyha kettő dal, akár cím, akár előadó megvan, akkor már tudtok ezzel a két dallal vagy a címmel jelentkezni a 0-76-45-00-00-as SMS számra, és akkor a következő órában fogunk majd játszani. Fogunk még egyszer beszélni az új játékunkról, ja, Jani legnagyobb örömére. Igen, 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 a kérdéseket természetesen összeírjuk, összesítjük, kinyomtatjuk, aztán elviszik a megfelelő osztálynak, és az összes megírt kérdésre, amit elküldtetek nekünk, válaszolni fogunk holnap. Természetesen van egy csomó jogos is köztük, meg egy csomó vicces is, azokat is nagyon szépen köszönjük. Illetve ne felejtsétek el, hogy gyakorlatilag mától kezdve az összes standard játékunknál van egy garantált nyeremény is, ami egy sporteszköz. Így van, de egy téli sporteszköz, egy téli sporteszköz, nem kell vele várni. Tavaszig nagyon sokan írták az 1-2-es Lada motorház tetejét és megfordítva, hogy ez a téli sporteszköze nem az, mert annak nincs két párhuzamos talpa, ami csúszik a havon, ezzel a téli sporteszközzel lehet úgy is csinálni, hogy húzod a másikat. Két egyenként fél méteres redöny húzok gurtni darabba. Így van, húzod a másikat, vagy megfelelő lejtő esetén ezt a téli sporteszközt egyedül is lehet használni, és azt elárulhatjuk, hogy például sípályán a használata nem megengedett, nem örülnek neki, amikor becsusszansz. Jó, úgyhogy ez minden játékunkhoz jár a következő órában. És igen, 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 és ezt a sporteszközt egyébként természetesen nem árulunk el nagy titkot, de a Szán és Társa nevű cég gyártja. 3 perc múlva lesz, 9 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Halló, Bali, Jani. Itt vagytok. Nem szeretem, mikor a szignál alatt sunyogsz be. Nem szeretem. Így van. Több fegyelmet kérek, ha nincs itt a Balázs. Több fegyelmet. Aha. Nem tudok úgy kezdeni, érted? Legyek már én is ennyire művész. Nekem kell, hogy lássam a kis kopasz fejedet magam előtt. Az nekem egy ilyen, mint egy kulcstartón, érted, a 8-as fekete billiárdból. Mert egy kialófilm elébe vállalt vagy, és egyre kevesebben vannak már olyanok, akik szeretnék látni az én kopasz fejedet. Pont ugyanaz, mint hogy tudod, hogy reggel oda nyúlsz, nem is kell már. Nézd ki a lakásból, és hogy ott van ez a kis kopasz fej, amit megvakarhatsz. A kis kopasz biliárd golyód ott van, és az zsebre rakod, és viszed magaddal. Engem is megnyugtat reggelenként, főleg, hogy sötétbe öltözkedem. A kis kopasz golyód ott van. És ott van a kis kopasz fej. Igen, a kis kopasz golyóid ott vagy, golyók ott vannak, és tudod, hogy az van neked, rajta van a kocsi kulcsodon a kopasz kis biliárd golyó, akkor tudod, hogy el tudsz indulni. Nekem te az én biliárd golyóm. Te jó, esik ez. Hogy ez nekem a nyugalmat jelenti magát, hogy oda nézek a szignál, az zsűrlel itt, átbeszéltük a drámákat. Nekem ugyanez jelenti, amikor tényleg, amikor itt vagy. Mondd, hogy plüsmaszkod vagy, nem. Hogy hívják, ez a hatalmas, szőrös, masszív test. Na jó, nincs ebbe több, úgy érzem. M7-es autópálya 132-es kilométer. Mindkét irányban trafiznak, bűkábrány a szokásos helyen mérnek. 37-esen Felső Zsolca után Ipari Park kereszteződésén túl a Horgásztó környékén Fekete Oktáviából mérnek, és volt még egy valami. Sopronban a Vabi parkolóban kint a Csodatrafi helyes szőke rendőrlány társaságában. Peti, illetve egy számomra megfejthetetlen SMS Gabi 65-től, egyes reptér kifelé baleset. Mi az egyes reptér? Hát egy, igen, és kifelé, a Feri kettő irányába, tehát Vecsis irányába baleset. Jó, akkor az én értelmezésem szerint, mint Lőrinci. De így értelmezem ezt az Lőrinc, SMS. De az Lőrinc. Az bizony még repteretek is van. Ja, van. Ez minden. Hát most minden. Futóverseny hétvégén, kertváros és reptér. Van ott minden, öcsém. Azt mondja, hogy pénteken kaptunk egy nagyon aranyos kis csomagot, ezt meg szeretném köszönni mindenképpen adásban, mert hogy nagyon finom volt, kaptunk egy doboz cupcake-et, ilyen nagyon kis olyan, gyakorlatilag egy muffin, képzeljétek el a tetején egy ilyen kis hab rakással, vagy nem tudom, kb. Ilyesmiről van szó, de nem is ez a lényeg, hogy mi volt az, meg hogy finom volt, hanem hogy az adjukössze.hu csapatától kaptuk. Nagyon szépen köszönjük. Szerintünk is egyébként adni szexi. És én ebből miért nem kaptam? Azért, mert hazavittem az összeset, és megettük. Ezt nem hiszem el. Érted? Kapunk? Nem, egyetemet Balázs is.
a morning, ja, Balázs is. Aha, akkor nagyon jó van akkor. Nagyon szuper, te rohadék, ha elvidd. De ő, ugye, hogy milyen rendes. Nincs ma még, a főnök holnap lesz. Nincsen, jó, de az ATP világbajnokságon vett részt egyébként most a hétvégén. Mint szurkoló, mint törzszurkoló. Azt gondoltuk, illetve azt gondolta, hogy jó men lesz majd Roger Federernek, hogy ott lesz mögötte egy ilyen cirka 10 méterre a pályától, de nem jött össze a dolog. Nem baj. Ez is kevés volt. Nem baj, megnézte is holnap. Föltöltődve jön vissza. Azért jó, tehát ne sajnáljátok, hogy ma nincs, örüljetek, hogy holnap micsoda embert kaptok vissza. Még akkor is, ha kikapott, és ez 20 játékpénze bánja, még akkor is ott volt érte, föltöltődött. Ő most másként ér majd vissza holnap adásba. Tényleg. Például a most következő játékot, azt olyan lendülettel fogja hype-olni, ami ma indult el, és egészen december 3-án 15 óráig tart, hogy meg fogtok őrülni tőle. Tehát azt, amikor majd azt mondjuk, hogy a nyeremények között van egy 200 ezer forint értékű élelmiszervásárlási utalvány. Érted? Arra, hogy úgy rá fogja nyomni a tapsot, nem úgy, mint most Zsül, sokkal gyorsabb lesz. Így van, de hogyha mondjuk azt mondja, esetleg, ne talántál, hogy 100 ezer forint értékű játékvásárlás, utalvány, akkor is rányomja a tapsot, nem úgy, mint Zsül. Így van. Ha arra gondoltok, hogy ebben a játékban majd ti nyerhettek egy iPhone 6-os, 64 gigás, kárcú független, orvos telefon. Na, így van. Gigabás. Tablet. Családi wellness hétvégét 300 ezerért. Na, mi van? Így van, ráadásul meg pedig egy smart LED televíziót, ami ez még egy Xbox, és különböző Xbox játékok is járnak, hát aztán már itt fogunk olvadozni mindannyian. Nagyon fogunk körülni annak, hogy ezeket a nyereményeket valaki majd december 4-én megnyeri itt a műsorunkban. Ahhoz pedig, hogy ezeket megnyerjétek, az nem kell más tennetek, mint ahogy mától kezdve, ha van Mastercard vagy Maestro márkájú bankkártyátok, és azzal vásároltok, akkor tegyétek el az érte kapott, a vásárlás után kapott blokk ott, és küldjétek el a 0676450000-as SMS számra a vásárlásnak az összegét. Hogy mennyit költöttetek, így, így van. A jó a digitális számla is, szerintem, de ezt még nem tudjuk biztosan, és igen. Az egyéb kérdésekkel kapcsolatosan holnap kaptok majd felvilágosítást. Hogyha valakinek van kérdése, akkor az egyébként nyugodtan írja meg, mert ami Julink ezeket kigyűjti, odaadja az illetékeseknek, akik tudnak mindent a Maestro és a Mastercard bankkártyákról, azok használatáról, és akkor holnap felvilágosultan jövünk vissza, és minden egyebet el fogunk majd mondani. Így van, nektek, mondjuk hallgatóink kreativitását ismerve, valószínűleg holnap is jönnek majd a kérdések, amikre nem fogunk tudni válaszolni, és amint felhúzzuk majd magunkat, de nem baj, azokra még majd szerdán válaszol. Így van. Minden napra jut valami újabb dolog, jó? A lényeg, hogy mától tessék vásárolni, úgyis itt a karácsony, úgyis itt a Mikulás, vasárnap is lehet majd vásárolni, mert advent van, mindenki ki fog nyitni. Advent. Most mi a hétvégén mindenképpen el fogunk menni szerintem, hogy győri adventi vásárba, mert mi ugye részben csak a sznobok mennek. Mit tud Győr, amit Eger nem tud? Az mit van. Tud Győr, amit Szeged nem tud? Mit tud? Az adventi vásár. Mit hát, hogy mit tudom én, Szeged egy folyó, Győr három folyó, Egerben nincsen, de Győr, ugye mindegy. Szóval ezerféle dolog, mind a három város gyönyörű szép, és mind a három városnak nyilván gyönyörű szép az adventi vására, de én azt hallottam, hogy Győri az világra szóló. Uh-huh. Most komolyan, jó, most mit csinálják, ha egyszer ezt hallottam. Na, ha azt hallottam volna, hogy például a Hódmezővásárhelyi adventi vásár világra szóló, akkor oda mennék el. Nagyon szép a adventi vásár. Jó, hétfőn meghallgatjuk akkor majd, hogy mire jutottál a győri adventi vásár. Adventi vásár, de egyébként azt hallottam, hogy a Szent István Bazilika környékén is lesz egy adventi vásár, és hogy oda is mindenképpen érdemes elmenni, mert hogy most egészen a Dunáig fog érni. Így van, végig a vásár. Adventi vásár lesz. Lesz megint koripálya, az minden évben van, egy ilyen műkoripálya, marha jó, és végig így van a Dunapartig lehet. És direkt koripálya. És direkt, tehát nem véletlenül, hanem hogy direkt. Na, a múlt héten egy nagyszerű projektbe csaptunk bele, Eurovíziós Dalfesztiválra a Morning Show. Én csak így hívom. És ez egy nagyon-nagyon jó kis kezdeményezés. Őszintén szólva, meguntuk, persze, nyilván fantasztikus dalokkal mentek ki, meg jutottak ki a magyar versenyzők az elmúlt években is, de viszonylag sok volt köztük az én kis szomorkás, befelé forduló, megmondó, hogy hívják, világfájdalommal telített dalocska, és mi azt gondoljuk, hogy jó lenne már valami olyan dal, aki menni, ami nem akar semmi mást, csak és kizárólag szórakoztatni. Így van, hogy legyen végre, felejtsük el ezt a sírva vigadunkat, ugye? Hanem vigadjunk vigadva.
Mindig azt mondják rá, hogy sírva, hogy a magyar vigadó. Az egy sírva vigadós típus. Nem, most gondolják azt, hogy egy vigadva vigadjon típus legyen inkább a magyar, és hát mindenképpen egy olyan számmal szerettünk volna kandidálni, vagy szerettük volna, hogyha eddig valaki előjön valahonnan, lehet, hogy előjött, csak aztán nem jutott be a televíziós műsorban. Úgyhogy hogy azt gondoltuk, hogy legyen végre egy ilyen dal, ami azt az üzenetet küldi majd erről az országról mindenfelé, ahol nézik a Eurovíziót, hogy ez az ország egy vidám ország. Így van, van mondani valója a vidámság mögött, tehát nem csak úgy belepuffantja a nagyvilágba, hogy ő vidám, hanem hogy mondani valóval egybe tűzdelt, és nagyon komoly hungarikumokat felvonultató a színpadképben. Így van. Mert így ezt van. Mi már ugye elkezdtük kitalálni, hogy hogyan is kéne kinéznünk. Pontosan így van, és ebből a célból, mivel azért mi van köztünk zenész, a Feri személyében, de azért mondjuk zeneszerző kevésbé, és ezért úgy gondoltuk, hogy a Morning Show egy korábbi hím tagját, Polgár Petit a kezünkbe veszük, illetve az ő telefonszámát, és akkor felhívjuk, és akkor beszélünk a Petivel, és a Peti majd rittyent nekünk egy kis dalocskát. No, úgyhogy ez meg is született, ezt már múlt héten megmutattuk nektek, szerintünk a dal nagyon jó. Van viszont még néhány olyan dolog, amit közösen ki kéne dolgozunk a hallgatókkal egyetemben. Így van. Egyik ilyen, hogy például nincs. A jogdíjak elosztása. Nem, az a miénk, azon nem kell gondolkozni. Nincs neve a projektnek, ember. Hát hogy fogjuk, mit fogunk nevezni? Hogy nevezünk? Polgár Peti és a fiúk? Vagy mi? Hát várjál, hát. Beleívjuk, hogy Peti és a Morning Show? Ha? Vagy mi? Vagy Peti Baliani Feri? Hát ez nem tudom, ez egy kicsit fapad. Ugye? Ez kicsit fapad szerintem. Tehát, hogy nincs név, ezt ki kellene találnunk nagyon. A színpadképre nekünk ugye már volt egy ilyen előzetesünk, hogy betolunk egy gémes kutat, te pulikutyával, vagy én egy szalonnával. Mindent, ami jellemzi ezt az országot, amiről eszébe juthat a Magyarország, azoknak, akik látják, hallják ezt a dalt, nyilván majd egy picit eltúlozva. De szerintem például a Patty and the Megaculs, Megakulsz? Azt szerintem jó lehetne. De Megakulsz? Így van, Megakulsz. Nekem a Megakulsz tetszik. Aha. Peti and the Megakulsz. Megakulsz. Peter and the Megakulsz. Ha kijutunk, akkor már Peter, mert itt most még legyünk Peti. Hát ez egy nemzetközi karriernek a kezdete. Peti and the Megakulsz, de ha kint vagyunk, akkor Peter. Ja. Pete and the Megakulsz. Aha, nem rossz. Nem rossz, azért a hallgatókat én buzdítanám, hogy két dolgot írjatok, vagy egy nevet, A, vagy B, hogy a színpadképpel még mit tudnánk kezdeni, mert mondom, az alapok megvannak, de hogy ruházatban kellene nekünk mozogni, a mi hármasunknak, ugye Peti van elől, mi vagyunk a csordavokál, kellene nekünk mozognunk, hogy mi mindent tudunk ezzel kezdeni. Uh-huh. Ez jó lenne még letisztázni. És ugyanakkor meg arra is gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit megpróbálnánk puhatolozni a zsűri felé, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága ennek a dalnak. Igen, mivel egyelőre a zsűri nem akar nagyon velünk szobán, illetve nem is nagyon tudjuk, hogy kik fogják alkotni az idei zsűrit. Egy olyan ex-zsűri tagot próbálunk meg felhívni, aki hosszú éveken keresztül részt vett a műsorban, illetve a műsor zsűriében, és hát egy kicsit az ő lelkén is száradnak kijutott dalom. Neki is köszönhetjük, és ha véletlenül mi kijutnánk, akkor vajon ő hogyan, vagy ha bejutnánk egyelőre a dologba, mondjuk a 30-ba, akkor ő hogyan vélekedne erről a dologról, úgyhogy felhívjuk a zsűri egyik nagyszerű férfi tagját. Így van, egy olyan embert, akinek a séróján többször is már gellert kaptak rá, persze romboló gránátok. Ja, Isten, nagy tapsot kérünk szépen Rákai Filipnek! Hello, sziasztok! Hello! Végre örülsz neki, hogy élőben is hallhatsz bennünket, köszönjük Filip, majd mi ezt elmondjuk, nem kell neked dicsérni bennünket. Hallottad-e már a dalunkat, amivel mi tényleg nagyon komolyan szeretnénk indulni az Eurovíziós Dalfesztiválon? Hát srácok, nem hogy hallottam, hanem gyakorlatilag rongyosra hallgatom péntek óta, és azt szerintem elárulhatjuk ilyen szűk körben, hogy én igazából azért távoztam július 1-ével a televízió vezérigazgató helyettesi pozíciójából, hogy ne legyen összeférhetetlen a dolog, és szerintem most már bejelenthetjük, hogy kreatív producere, menedzsere lennék ennek a Hungary Cool nevű produkciónak. Én már elneveztem, helyettetek. Nem rossz, tehát te is ki akarsz jutni nyilván. Főleg, hogy pénteken én is megyek. Igen, én keveset jártam, hogy jönni akarsz még. Ez nagyon jó. Zseniális, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy
hogy eddig mindenki megállt félúton valahol. Tehát a Bialexben már volt egy kis polgárpukkasztó különbség, vagányság, de ő is ugyan szakállas volt, de az a kis női jelmez nem maradt, sőt, hogyha belegondoltok, akkor a kedvesemre lehetett volna mindenféle rímeket találni, ahogy most nektek sikerült, ami mit tudom, kedvesem, nedvesem, de nem merte ezeket. Nem merték, mindig megálltak fél után, és az az igazság, hogy amikor mi ilyen 400 dalokat végighallgattunk itt a évről évre, akkor azért voltak ám szép száma ehhez, a tiétekhez hasonló dalok. De nem ütötték meg ezt a színvonalat. Egyáltalán nem, de mi már azért szóltuk ki eddig az ilyeneket, hogy előkészítsük nektek a tervet. De az igazi nagy ágyúra vártatok. Egyébként tényleg volt ez a fajta a dolog a jelentkezők között, hogy egy ilyen magyarosat hát ha bejuttat a zsűri? Hát nem tudjátok elképzelni, hogy milyenek voltak. Abból egyszer tényleg küldenék szívesen egy válogatás nektek. Tehát ott a 200. dal meghallgatása után sokszor elmondtam már, de tényleg úgy éreztük, hogy soha többet nem akarunk zenéket hallani. Aztán persze végig kellett menni 400 fele próbálkozáson. Egy idő után azért hoztuk be azt a szigorítást, hogy olyan előadók jelentenek, akiknek van már valamiféle színpadi, vagy kiadói, vagy rádióban játszó slágerük, vagy egyéb ilyen tapasztalatuk, mert egy stikno volt, amikor valaki a boci-boci tarkát játszott a hátul, klimpírozta a kislány 8 évesen, és mit olyan ráéneket, szóval azért menő lett volna létjogosultsága. Na most, amit te hallottál, az egyébként egy kezdő verzió volt, mert persze, az volt, ami felcsorda vokáloztuk. Így van, de ez is még egy demo version. Ez is egy demo, az nem tudom, az megvan-e már nekünk, Zsüli? Egyszerűen tudjátok már fokodni. Tehát ez így is, én amit pénteken hallottam. Az is nagyon jó volt. Az is. Figyelj, minden számot mind a hármatoknak végig kellett hallgatni, vagy volt olyan, hogy mondjuk végighallgattál belőle 10 másodpercet, aztán tovább passzoltad a Jenőnek, hogy szívjon ő. Nem, a dolog úgy nézett ki, hogy tizen voltunk mindig az előzsűriben, mindenféle zenei szakemberek, rádiósok, televíziósok, zeneszerzők, producerek, stb. És úgy zajlott tavaly is a válogatás, hogy el tudtuk bejátszani a dalokat, és az első refrénig, tehát az első refrén végéig mindent végighallgattunk. És akkor ott dőlt el az, hogy mi az, amit kiszorunk, mi az, amit nem, és akkor szűkült mindig, úgynevezett kalapba idézőjelbe bekerültek azok, amik átmentek az első szűrőn, és akkor azokat újra, akkor mit olyan 400-ból maradt, mondjuk 80 dal, és azt elkezdtük előről. Természetesen volt olyan is, amiről mondjuk 30 vagy 40 másodperc után kiderült, hogy tényleg a minősíthetetlen kategória, és akkor az előbb elvérzett, de a végén azért a 60, 70 vagy 80 dal, amit újra elkezdtünk hallgatni, és addig hallgattuk, amíg nem lett belőle 30, azért azok ott már elég komoly versengés volt. De miért voltatok 10, miért nem csak 4-en, ti is hoztátok a személyjegyzőtöket? Figyelj, most ebbe a 10-esbe se vagy benne? Az igazság, hogy nem tudom ebben a pillanatban megválaszolni ezt a kérdést, mert egyrészt én most benne vagyok egy évig tartó műsor folyamat előkészítésében és felvételében. Jövőre ugye 61 évfordulója lesz 1956-nak, és most decemberben befejezem ezt a Szabadságtér 89 című rendszerváltó műsort, és jövőre lesz egy Szabadságtér 56. Na, csak nem maradtál álló nélkül. Amit jövő héttől forgatunk nagyon nagy erőkkel, tehát nem nagyon lesz, vagy nem nagyon lenne időm bejönni az előzsűribe sem, de nem tudom, mert most szerveződik igazából a dolog. Én ezt csináltam, hogy 5 éven keresztül én találtam ki az egészet 2011-ben, aminek az volt tényleg a célja, hogy ne hátsó posztú diványokon meg ki tudja, hogy dőljön el, hogy ki képviseli Magyarországot, hanem legyen egy olyan showműsor, ami egyrészt szórakoztató, másrészt valahogy valami szakmai körülmények közé tereli ezt az egész dalt. Azt hiszem, mi tudnánk hozni ezt a szórakoztató faktort, hiányzott belőle. Nem is kérdés, de a Balázs nagy akkoron, vagy miért nincs? Igen, ő nem merte vállalni ezt az órát veled. Azt mondta, hogy az csak külön. Nem, mert az volt a tervük, hogy mind a hárman egy másik autentikus magyar állatfajon fogunk belovagolni, és hát ugye én egy kommandort fogok kapni. Enyém a szürke marha. Ferét szürke marhán lovagol be, a Balázs pedig most gyakorol a mangalicán. De nem várnám valami lipicaját, hogy lovas ember. Hát, igen, jó, de az annyira adta volna magát. Vagy egy mezőegyesi félvér, vagy egy nónikus. Legyen benne valami humorforrás. Tényleg, hogyha most ez a beszélgetés nem erre a mesdjére terelődött volna, hogy itt aranyosan elviccelődünk, hanem tényleg fölkérünk erre a pozícióra, hogy legyél kreatív igazgatója a kis társulatnak, akkor mi az?
a színpadi elem, amit szerinted mindenféleképpen be kéne vessünk, hogy meggyőzzük a zsűrit? A vaxolt bajusz. Milyen bajusz? Vaxolt. A vaxolt bajusz. Igen, a vaxolt bajusz is jó. Hát nézzétek, a múlt pénteki adásban ti azért elég rendes arzenáját mutattátok ennek a Nemzeti Gics Parádénak, ami itt nem tudom, miket mondhatok, mert fogadni is volt, meg pirosztatik a füzér, meg... Parádén, esélyt meg minket a Nemzeti Értéktárnak. Ne. Hát, ahogy ti elővezetnétek, az szerintem inkább hajlana egy ilyen kicsit pankos dologba, mint nincsen valami komolyan vehető produkció, de szerintem ettől jó. Úgyhogy hát majd a háttérben. Tehát már előbb egyezünk meg a részletekről, és akkor a háttérben elmondom. Tehát érzitek, hallgatok, hogy a kreatív igazgatónk csendesen megrugdosott bennünket. Mi ki se neveztünk rendesen, és csendesen belénk rugtál, hogy punk, meg gics parádé. Hát én nekem ilyen kreatív igazgató nem kell. Hát gyerekek, Filip, hát mi van veled? Csodálatos a dal. Csodálatos. Én egy 10-es már a képzelőbeli monitoromra ki is tettem. Legyen ez elég. Jó, köszönjük szépen. Köszönjük. Na, előrébb nem vagyunk veled, de jót beszélgettünk. És hát megtudtuk, hogy van folytatás a 60. évfordulóra. Ez nagy. Ez így. Sőt, hogy Kovács Ákos barátoktól is tanuljak valamit. Nem. Ezen a héten a Szabadságtér 89 második kötete is a könyvesból. Azt a mindenségét! Nem bírsz magaddal! De egyébként egyet hadd mondjak, ami teljesen más, tényleg itt a szakállas nőről jutott eszembe, hogy ezt itt tudtátok, hogy Conchita Wurst tulajdonképpen koppintott. Ne hülyeség, nem eredeti? Nem eredeti. Képzeljétek el, hogy a minap Makó városában jártam, ahol a kezembe nyomtak Makó történetéről, illetve a Makó városáról egy olyan könyvet, amelyben még ilyen százaszorulós fotók, meg nagyon sok történet van, és ott olvastam Heller Adélról, aki 1927-ben, mint a híres magyar szakállas nő Amerikában. Jó, de ez cirkuszi. Volt, és van róla egy fotó. Igen, de ez cirkuszi hát látványosság. Aha, és lett. Volt egy életrajzi könyv, és ez én Makom cím. Igen, csak akartam mondani, hogy a könyvet szintén én írtam. Tényleg, és most mi van, a Győzike indul? Nem. Fili, bennünket más nem érdekel, csak önmagunk, tudod, ebben a dologban. Tehát a dallal kapcsolatosan most mi vagyunk a fontosak, dalunk kész van, van egy körülbelül meghatározott színpadkép, egy irány, mi megyünk előre, nekünk álmaink vannak, terveink, mi ott akarunk lenni Svédországban, vagy nem tudom, hol lesz. Úgy hallom, Kozsó áll a háttérben. Nem, akkor alá lehet az okogás. Igen, akkor nem téged hívtunk volna. De nem, hát ezek a mondatok nagyon visszacsengve 1998-ban a Shy Guys együttesnek tanácsolt Kozsó fülemhallatára, amikor Filip egy picit kiestek a szerepükből, és a stúdióban próbáltak poénkodni és jól érezni, és emberként érezni magukat. Kozsó berontott a stúdióba, és azt mondta, srácok, maradjatok imidzsben. Mindenki összerezzem. Filip, köszönjük szépen, búcsúzóul még belehallgathatsz velünk együtt, ugye a kis induló dalunkban, mert fölelevenítjük, jó? Úgyhogy köszönjük, és hogyha bármi közöl van még, akkor azért támogass benne. Rendben, Balázs üdvözlöm. Átadjuk, köszönjük, szevasz. Mielőtt akkor hármasugrást játszanánk, egy picit azért elevenítsük fel ezt a nótát, ha véletlenül valakinek nem lett volna meg. Ez tehát a Polgár Petiféle Eurovíziós Dalfesztivál nóta, amelyen a háttérben Jani, Dali, Feri. Come on.
Bolgár Peti! És mi? Igen. Majd a következő verzióban. Mi leszünk a bekiabáló rész a így csapatban. Van, mi fogunk csúlyogatni. Pénteken egyébként már a saját részeinket felvettük, rögzítettük, csak hát igényel egy kis utómunkát. Igen, hiszen előjött rögtön nyilván a rutin, és a hozzáértés és a tehetség. Nagyon jó, viszonylag kis adagok. Nagyon jó nevek jöttek, kértük, hogy segítsetek. Van, amit nem értek, Peti, és a kopasz sonkacsöcs. Sonkacsöcs. De akkor úgy van, hogy várj, a kopasz sonkacsöcs, hogy te vagy a kopasz, én a sonka, a balé a csöcs. Hát várjál. Vagy ő a kopasz, mert ő lesz megnyírva, Balázs. Igen, de hát... Akkor te vagy nálad a csöcs, ugye? Nálad igen. Meg a sonka, a hívó szó. Kopasz, sonka csöcs. Aha, jó. Egynek jó. Jó, vegamangalica. Ebből egy picit hiányolom Balázst. Hát, Isten, ő is szereti azért a kolbászt. Peti és a hóhányók, ez mint a Kati és a kerekperec körülbelül. Kicsit annak, igen, egy verziója. A külföldi sikerek érdekében PPMS legyen. Aha, jó, még ezt földolgozom. Jó, érkezzenek nyugodtan még a nevek és a színpadképre vonatkozó, vagy hát az aktivitásra vonatkozó SMS-ek is, mi meg addig játszunk egyet. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Zsolt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, Zsolt! Honnan jelentkeztél a játékra? Fehérvárról, kérlek szépen, Fehérvárról. De jó, sajnos idén nem jutottunk el hozzátok, egyébként szinte minden évben voltunk. Sajnálom, de majd legközelebb voltunk. Ja, figyelj, minden évben mentünk, nagyon rendesek voltunk a fehérváriakkal, úgyhogy nem lehetett szavatok sem. Hát meg ti is nagyon rendesek voltunk velünk, mert mindig rengetegen voltatok, hál' Istennek. Igyekeztünk. Hát, hála a műsorunk színvonalának. Egyértelmű, főleg, hogyha Peti ilyen dalokat csinál, akkor aztán pláne. Jó sikerült. Mondja a zenei mixből kettő előadót, akivel jelentkezik. Kérlek szépen, Boogie-t hallottam, Aerosmith, Floridát, azt hiszem, ha minden igaz, talán, meg mi volt még, várjunk csak. Hát a Boogie, meg az Aerosmith, az biztos. Aha, jó van. Zsül nagyon nézett a felsorolásnál. Boogie de... az Boogie vagy Bogi? Bogi! Nem, csak kérdeztem. Ez mindig problémát okozott, hogy most akkor is hívjuk. Sose tudjuk. Igen, jó névválasztás volt valaki részéről minden. Jó, akkor jöjjenek a kérdések. Na, halljuk. Na, azt mondja, hogy dedikált pasztartóért. Melyik könyv és filmsorozat hősei Ron Weasley, Hermione Granger és Albus Dumbledore? Harry Potterék. Nem, túl bonyolult kérdés. Klasszikus lett néhány év alatt a Harry Potter, de tényleg. Abszolút. Klasszikus. Abszolút. És a milliómos hetet egy pár gyerekszínészt. Így van. És fontban. Na mindegy, ez van. Hát mindegy. Azért nekünk is olyan rossz. De ki kellett volna nekünk is találni valami ezt. Így van. Ez már legkésőbb, gyerekek. Na jöjjön a második kérdés. Okay. Baseball sapkája. Hogy nevezik idegen szóval azokat a személyeket, akik a kávéfajták elkészítésével és felszolgálásával foglalkoznak? Kávéfajták? Igen. Mostanában nagyon dímatos szakmáról van szó. Barista. Az. Súgtak neked. Jól tették, hogy súgtak, és jót is. Menjünk tovább, óráért. Próbáljuk meg, hát. Jó, ne kapkodjál, gondold át, és akkor utána, jó? Jó. Azt mondja, hogy melyik kontinensen őshonos a csincsilla? Csincsilla. Szerintem Dél-Amerika. Igen, nagyon jó vagy, ez az. Az a szerencsét, hogy szerintünk is. Igen. A hazánkban is nagyon népszerű állat volt annak idején. Így sokan tenyésztették, meg még tenyésztik most is. De neked meghozta a várt ajándékot, ugye megvan mind a három ajándék. Gratulálok. Ude jó. Nagyon jó, örülök neki, köszönöm szépen. Mi is köszönjük, szevasz, szép napot neked. Szép napot nektek is, köszönöm, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 6 perc múlva lesz 3:40, néhány perc múlva jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Pontosan 3:40 van, de pontosan. De 1/4 óra múlva 10 óra. És mindjárt megtudom, hogy mi van az ismétlésben. Anna, hogy ügyesen megért, csak eldobáltuk. Mi vagyunk benne felé. Igen, mi és még mások is. Például Szűcs Panni, a BKK kommunikációs igazgatója, akit kora hajnalban
Csipkés Halloween-ben. Ja, nem, azt már átvetette, vagy átvette, amikor bement a céghez nyilatkozni. Kitérdelt Maci Ansóba. Arról kérdeztük, hogy mi a teendő akkor, ha nem működik a jegyautomata, mert ez ja. A múlt heti téma, mi a teendő akkor, hogyha elkap bennünket. Múlt heti, két héttel ezelőtti, egy hónappal ezelőtti, igen, fél évvel ezelőtti, egy évvel ezelőtti. Sajnos ez egy ilyen akut probléma. De egy csomó-csomó jó híre volt neki. Így van, utána 2017-re. Pedig... Igen, hát jó, azt meg kell várni, de akkor jó lesz. És beszéltünk Szalainé Látó Judittal, aki Brüsszelben él, és a mostani brüsszeli eseményeket próbáltunk vele felgöngyölni. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva, 10 óra egy megfázott Abaházi Csabival vagyunk most többen. Ennyire hallatsz? Igen. Igen, igen, itt beszélgettünk a hétvégéről. És kerti parti. De egyszerre két hete nem jövök ki belőle, és amúgy meg semmi bajom nincsen, csak ez a nazális hang. Ez ah, ezt ismerjük, ezt az amúgy meg semmi bajunkat. Hát de most komolyan. Komolyan baddob. Mit csináltatok hétvégén? Voltál futni? Nem voltam futni végül, és elmentem, vártam a lehetőségre, de annyira későn indult, hogy aztán... rohangálos reggelem volt, mert a két gyerek két külön helyszínen focizott, és a Demetert vitte a Laura, én viszont a Rómeóért izgultam fenn a második kerületben, tehát felvittem reggel, visszamentem a kerületünkbe, hogy fussak egyet, majd aztán visszamentem a második kerületben nézni a meccset. És nyertünk? Volt egy nagyon nagy győztes meccsünk, 8-0, volt két döntetlen, és egy 5-1-es vereség, úgyhogy pozitív a mérleg. Hát jó, ott álltuk, és akkor kapja egymás után az SMS-eket a Laurától, és így 0-1 régünk, stb. Tehát imádtam. A kicsik viszont harmadikak lettek, tehát a Demeterék. És most minden hétvégétek az így lesz, hogy mentek foci meccsre, foci meccsre. Most volt ez a Bozsik torna elnevezésű dolog, ami most véget ért. Viszont innentől kezdve a különböző csapatok meghívják egymást ilyen tornákra, pont azért, hogy ne csak az edzés legyen, ennek a gyerekeknek fontos az, hogy legyen a meccs szituáció. Ugye aztán most hétvégén is igen lesz. A tétári kupán indul. Sőt, ha minden igaz, akkor még nemzetközi kupára is megyünk. Aztán a kutyaháját, Abaházik mindenütt. Hívjuk annak a nap hallgatóját. Ne csúszunk meg, hogy a jó daloknak jusson helye a kívánság műsorban. A nevükben is köszönöm, a hallgatók nevében. Nagyon köszönöm. Szíves. Milyen poszton játszanak a gyerkőcök? A Rómeó kapus, a Demeter pedig támadó. De szép. De jó. Mindent tudtok otthon gyakorolni. Tulajdonképpen igen. Láttad a garázs kapunkat. Tiszta lugézi horpadás. Az a kap. A legnagyobb. Ez jó lesz, mert egy idő után nem fog majd fölmenni, csak szólok. Nem kell lecsukni. Na jól van. Adjatok a Janinak egy trüffeles, cukros zabot, mert nagyon feszült, nyugi. Ezt írt a Benfi nekünk, akkor, amikor én ugye soroztam Janit azokkal a kérdésekkel, amelyeket a hallgatóktól kaptunk az új játékkal kapcsolatosan. Ez lett a nap hallgatójának az SMS-e, de sajnos nem vette föl. Bizony, hát sajnos bukott vele egy ajándékcsomagot. Nem. Csabikám! Ja? Remek zenék? Hallod? Majdnem beleszóltam a főnöknek. Mindjárt mondom, csak egy javaslatot írjatok fel, mert én is beszállok, nem írok SMS, mert nagyon drága. Hán Geri és a legények. Hán Geri? Jó, mint művésznév. Hán Geri és a legények. Jézusom. Amúgy meg Rúzsa Magdit hozom nektek, képzeljétek el, hogy két hete pont a Kívánság műsorban volt a ős bemutatója, Tejút című friss Rúzsa Magdis lágernek. Ajánlom nektek, mert igazi Rúzsa Magdis nagyon jó. Köszönjük, Csabi. Ha a dal csak fele annyira jó, mint a zenekar neve, amelyet akkor már... Nem, már... én direkt olyat hoztam, mint a dal. Aha. 061-555-55-00, ez Csabi telefonszám az elkövetkezendő 5 órában. Addig kérhettek tőle, holnap meg már hárman jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az...